Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel. Utolsó előtti reggelünk a héten. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, hideg van, senkit ne tévessze meg a napsütés. Ugye mindig beszélünk kora reggel az időjárásról. És hát... hát egyelőre hűvös. Hűvös a reggel, gyerekek, úgyhogy mindenki öltözzön föl, de... Te délután, reméljük, ugyanolyan verőfényes, napsütéses idő lesz, mint amilyen tegnap volt, és hát este is reméljük, hogy ugyanolyan napsütéses este lesz, mint amilyen. Amilyen a közszolgálati tévén van. Így van, hogy napsütés lesz este, napsütés lesz reggel. De ne felejtsétek el, hogy ez a hét most egy picit hosszabb lesz, mert három csütörtök is jön egymást. Így van, három csütörtök is lesz, és 35 fok. Illetve hát, ahogy mondta az a kedves lány, igen, az éjszakai napsütésben szintén 35. Komolyan mondom, vissza Reisz Andrást a köztévébe. Te adják vissza nekünk, de tényleg. Tehát kampányolni fogok, és minden órát ma úgy kezdek, jó? Ha szóljatok rám, ma elfelejtettem. Jó, Andor, hogy adják vissza Reiszt a népnek. Tehát, hogy ez szörnyű, ami ott történik. Időjárás szempont. Az, hogy negyed óránként időjárás jelentenek, az jó, átabéljön valami ciklon, ami nem látszott még negyed órája a térképen. Tehát az rendben van, azzal nincs baj. De hát azt az eséskelést, hát az valami. Na de a három csütörtök, beragadt az Enter. És hogy nem veszed észre, amikor kiteszed, mert ugye ezt előre megcsinálod, ahogy én emlékszem, van egy ilyen program, beírod, hogy hány fok, mikor, és Enter, hogy lehet ki 35 a képernyőn. Fok vasárnap. És még jó, valaki hát kiadja. Igen, elképesztő dolgok történnek, és szerintem megint ott vagyunk, hogy hallom, hogy közben kirúgnak embereket, meg kiket rúgnak ki szegények, nem is biztos, hogy az igazi bűnösöket és az igazi hibásokat rúgják ki. Hát azért azt gondolom, ugye erről talán nem is beszéltünk még, hogy a köztársasági elnöknek a nevét egyszer le lehet írni rosszul, mert hogy ott elírtak egy betűt, ugye? Ádár. Ádár, Áder, az egyszer beleférhet, én is hibáztam már munka közben, ti is, mi is, mindenki. Ezzel nincs baj. De fél óra, háromnegyed óra múlva ugyanazt a templétet felrakni még egyszer arra az interjúra, vagy egy másik interjúra, és megint rosszul kiírni, az már szerintem egyszerűen formabontó. Tehát formabontó, de tényleg. Hm. És azt mondják, bátor, hogy olyanok vagyunk, mint a BBC. Már ők is röhögnek rajtunk egyébként, mert megjelent itt. Úgyhogy... Micsoda, betereljük őket. Beám. Ho-ho, már eszketnek az angol közszolgálatnál. Úgyhogy gyerekek, az valami elképesztő. Én nem tudom, hogy méme vagy nem. Most kaptam egy olyan fotót tegnapról, tehát itt is megkaptátok, hogy Irén... Bihar diószeg, az megvan? Hát jó, Irén Bihar diószeg. Mi volt ez? Ott van, Irén Bihar diószeg. Csak mutatom. Alag alul. Irén nagyon jó képű srác. Egy 35-ös pasi. Irén Bihar diószeg. Hogy ez már a mém kategóriába tartozik, ami mostanában az M1-ről azért így elég nagy mennyiségben felelhető az interneten, vagy... Köszönöm. Vagy eredeti, nem tudom. De jó, minden hát esetre Irén Bihar diószegről meglehetősen jó képű. Ezek a kis elválasztó ezek visek, a kis ugye? Laci Budapest, aha, mint tudom én, Józsi, nem tudom, Szolnok. Na most Irén Bihar keresztes, nem tudom, egy jó képű palival. Nekem ez nagyon szimpatikus, ez a fajta liberális megközelítés, hogy már nemet váltott. Igen. Férfiakat is feltesznek. Ezt a KDNP-ben valószínűleg nem egyeztették, mert ők azért ennek annyira nem örülnek, de Irén nagyon-nagyon szimpatikus. Picit férfias, nem túltolta a tesztoszteront. Jó lesz az, összeáll, szoktuk mondani. Az. Így van. Összeáll. Figyelj, ez egy új televízió, nincs mögötte éves rutin, több éves, több évtizedes rutin. Jaj. De hát igen. Menj ezt velem. Gyere már velem, hogy menjünk. Ja, igen. Igazából a jó szakácsot, meg a rossz szakácsot csak az különbözteti meg egymástól, hogy ugyanazokat az alapanyagokat a jó szakács megfelelő mennyiség és megfelelő időben és időrendiségben alkalmazza. Itt a jó alapanyagok már megvan. Hát, ha egyszer összeáll. Jó lesz az. Összeáll. Jó lesz az, gyerekek. Nagyon jó sztorim van. Na. Kecskemétről. Nem tudom, olvastátok. Na, mi van, meg lett az egyik oroszlán? Ja, ne, dehogy is, nem. Vannak emberek... Ne zsűlelénk ja, jó, jeleltek, mert azt látom, hogy bábozik a Balázs. Nem, csak jelesz, hogy ne szólj közben, jó. Vannak emberek, akiknek
a hétköznapjaiban is van valami olyan a szakmájuk mellett, amit nagyon-nagyon imádnak. Van egy kecskeméti fiatalember, aki kérem szépen rajongásig szereti a buszokat. A buszokat ezért aztán, most figyelj, besétált kérlek szépen a Kecskemét csáktornyai telephelyre, átvett egy buszkulcsot, fölszállt. Átvett. Várjál, nem tudom pontosan, de hogy képzeld el a sztorit, hogy bemész minden nélkül. Nincs belépőd, nincs kártyád, nincs igazolványod, nincs jogosítványod. Átvett egy buszkulcsot, fölszállt a járatos buszra, és nagyon rendesen végigment az útvonalon. És felvette az utasokat, és elszállt. Óriási. A következő helyre. Csak így hobbiból. Megvan a kép, hogy így üldögélnek. Hova ment fele, bocsánat, erről lemaradt. Végig ment azon az útvonalon, ami Kecskeméten a járatos busz. De felvette az utasokat, fölvette, és elvitte őket. Megállta, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm önöket a 12-es buszon, a következő megállónk a Rákóczi út. Nagyon jó. És egy darabig senkinek nem tűnt fel. Hát ez az igazi közszolgálat. Érted? Ő a népért van. Hát, és szerintem csak minden magabiztosság kérdés. Ahogy úgy mész oda a kis ablakhoz, hogy magabiztosan könyökölsz, és azt mondod, hogy Józsikám 328-as. És odaadtál. Adom is adják. Már is adom. Nem. Odaadtál. Minden oké, persze. Tehát beengedték a csávót a telephelyre, fölvette a kulcsot, beült a buszba, kiengedték a telephelyről. Jó, hát megállítanál egyébként egy kifelé menő busz. Egyébként csak meg így nem. Hát nem. Nyilván oda is intesz egy kicsit a portásnak. Viszlát, Sanyi bátyám, ma jövök a műszak végén, és ment tovább. Ment. Zseniális. Óriási szerint. A büntetés kapott, hogy mi lett a végén? Hát azt nem tudom, hogy mi a önkényes elvétele ügyében folytatnak büntető eljárást. A P. Attila ellen, így hívják a mi sofőrünket, de teljesen korrektül végigment, tehát tudta a megállókat, tudta a menetidőt, tehát nem késett, nem jött gyorsabban, fölvett mindenki. És az utazó közösség elégedett volt, így nem? Így van, és a Széchenyi téren leparkolt a végén. Hogy azt mondta el, hogy gyerekek, kösz, meg vagyok, vagy megyek a végén. Jól laktam az élménnyel. Jól laktam nem viszem vissza a garázsba, vigye vissza, aki akarik. Meg vagyok. Szerintem zseniális a sztori. Gyerekek, erről szól az élet, hogy valósítsd meg azokat a dolgokat, amikre te vágysz. Ne hajj meg úgy, hogy aztán majd hiányolsz valamit a halálos ágyadon, és azt mondod, hogy miért nem volt elég bátorságom, vagy miért nem mertem megtenni, vagy miért nem voltam elég bátor. Megtette. Ez igaz. Ezt így kell csinálni. A magabiztosság. Más kérdés, hogy elég meleg utasokat is szállítani, mert azért a buszos jogosítvány az más kategória, ott történik valami. Tehát ebből a szempontból azért a dolog meleg. De ezt a fajta bátorságot én magamból mindig hiányoltam. Elkötni egy buszt. Tehát én vittem már el autót, meg stábautót, meg törtem is összes stábautót, rommá még a Z pluszba, de azért elvinni egy busz, gyerekek, abban van kakó. Zsivány, mi? Hát, igen, abban van zsiványság. Apám mindig mondta, minden csak fellépés kérdése. Náluk is volt ilyen lopás egyébként például. Ilyen fontos lesz, duma ez, hogy minden csak fellép. Mennyire ezen múlik egyébként? Volt munkahelyemen, például a számítógépeket lovasítottak meg pontosan így, bementek a fiatal emberek, szépen összepakolták a cuccokat, és akkor a portás kérdezte, hogy hova, csak mi vagyunk. Ja? És ennyi. És már vitték is. És tényleg ők. Csak mi? És ők voltak. És hazudtak? Nem hazudtak. Ők voltak? Igen, ők voltak. És már vitték a számítógépeket. Ennyi. Csak mi vagyunk. Csak ja, mi jó. Vagyunk. Akkor jó. Jó, akkor vigyétek. Akkor hajrá. Vigyétek. Akkor gyertek még egy kört. Hát azt meséltem nektek az első Gyulai Omega koncertet, talán emlékeztek rá, nagy fény, nagy füst, nagy hangerő, száj, csak száj tovább, minden, amit el tudsz képzelni, és már nem volt jegy. Azt hiszem a szabadtéri színpadon volt, de ez még ilyen 70-es évek, talán én is csak a legendából hallottam, és egy fiatal ember és a barátja nagyon be akart menni az Omega koncertre, de nem volt se pénzük, se jegyük. Hazamentek, és a régi olyan vasalót, aminek még nem volt fixen rá csatlakoztatva a kábel, ugye, ami megy a konnektorban, nem ilyen kihúzható volt, azt az egyet megfogták, de vasaló nélkül a kábelt, és ketten fogták a kábelt, és mentek be, és egyszer, hova drá? Hoztuk a frekvencia kábelt, mama nem lesz, hogy ja, hát akkor menjenek. Hát akkor vigyék. Frekvencia kábel. Hát legyen. Olyan kell mondani, hogy emiatt maradjon el a gyöngyhajulány. Úgy várjuk már Kóbor Jancsit a hajával. Úgyhogy tényleg ez a fontos a fellépés benne. Igen. Másik bulvárújságunk nincsen, ez az egy van? Nem jár most. Mi van? Nem mondtál? Vagy nem szeretnek minket? Vagy nincs előfizetésünk? Vagy hát... a régi híres elvitte magával az előfizetést? Vagy mi történt? Nehéz, igen, lehet, hogy ő fizetett rá elő. Lehet, hogy ő fizetett rá elő, az lakcímváltozás történt, mikor elment, vagy felmondott, hogy miért nincs nekünk? Egyszer, napi két bulvárlapunk. Nagyon fura. Nem baj, mert akkor én megállok minden reggel venni.
Na, ú, ez mondjuk ez egy... Én így meg is álltam ezen. Nyilván. Na jó, ezt nem... Ez, ez, nem, az, jól, de, ez de nem az a srác. Na jó, ezt kicsúszott. Érted, de mindegy, csak fellépés kérdés, ahogy mondani szoktuk. Igen, de ez rajtatok már nem megy át. Hiteles volt. Ez egy új stábbal először, meg oké, Bali hozza, ez rajtatok. Minden reggel megállok és veszek. Egyszer maximum. Jó, másodszor már a Laci venné meg, harmadszor meg már nem lenne. Igen, ez ahogy elkezdett mozogni a szám, már éreztem a gondolatban, hogy ne menj ki, de már nem tudtam megfogni. Okay. Tehát ez a minden reggel megállok venni, már a minden reggelnél éreztem, hogy ez halva született. Ez egy olyan túlvállalás, ezt nem szabadott volna. Egész egyszerűen kimondani, gyerek. Igen, ez erős túlzás, hogy minden reggel megállok venni. Csak gondoltam. Hogy? Beosztást készítünk, és valaki minden reggel megáll venni. Hát de nem jó, ha ő veszi minden reggel, ja, csak mi tudjuk, mert hogy ugye a szerkik nálunk ugye váltásban vannak. Tehát Anna? Tessék? Anna, hiszen metróval jön. Ott van újságos. De meg kéne osztani, mert anyagilag azért érted. De kifizetjük neki, nem ő kell, hogy fizesse. Hát egy hónapig veszi ezt az újságot, hát azért az 1000 forintos tétel. Ne hátékázzuk rá. Mennyibe kerül az? Nem tudom. 200-300, nem tudom. Nem? Napi 300 forint. Ja, nincs annyi. Én életemben nem adtam még ezekért soha pénzt. Nem mindig szabad. Százas. Lejmolom ezeket az újságokat. Kb. Annyi lehet. Na, hát az 20 munkalap. Nem jó befektetés Annának szerintem. Hát 3000 forint. De összedobjuk neki, hogy csak a meló részét végezze. Én megveszem ezeket a heti szemeteket, úgyhogy én már nem adok bele többet. Ja, Istenem, gyerekek. Olyan jó idő volt tegnap, hogy komolyan mondom. Hogy nem is mentél sehova bosszúból. Mi? Nem tudom, mostában úgy vagyok vele, hogy csak úgy eltelnek a napok, és úgy nem emlékszem már, hogy úgy mit csináltam. Figyelmeztetlek, interjút adtál tegnap. Igen, egy nagyobb volt itt, aztán elmentél sportolni. Bementem az RTL-be, ott volt egy tárgyalásom. Ja, volt. Csak nem kaptál egy műsort. Ne döbbenj meg. Tudod, hogy mindig. Ja, de hülye vagyok. Hát valamit az új átizsákomba. Hát az új vezérigazgatóval ülünk biztos együtt, nem? Tényleg. Kiderült már, hogy ki? Rudas úrral beszélni egyem. Nem, még nem derült. Még nem. Még nem. Még idéglenes van. Most tárgyaltak rólát. Ja. Most tegnap fogod bent beszélgetni. Volt egy meghallgatásom, hogy amennyiben vállalnám a posztot, milyen keretek között tenném. Ja, azt hittem, hogy meghallgattad a jelöltek. Igen. És engedélyezem majd valamelyiket. Igen. 12 órára akkor igen, audenciát tartottam, és jöttek a jelöltek, meghallgattam, mondom, gyere Gabi. Amíg teniszen is van, picit szaporában, igen. Legyen szíves, hogy hívják. Gyere Gabi, gyere Péter, mondjátok, jó, én már tudom, hogy kit szeretnék, rendben legyen így. Nem, ben voltam, Gabi, jobbomra, Péter ide, balcombomra. Úgy teszek, veszek, megyek, veszek egy csomó dolgot, Patika, ide megyek, gyerekkel kapcsolatban, ez az, és úgy elmennek a napok. De spontán vagy tudatosan. Ahol is kettőt, ki ez, mi ez, ez egy zöldséges, nem baj, retek, jöhet, igen, orszi, nem kell, köszi, gyógy, nem, jó, az jöhet. Tegnap egy boltban vásároltam a bocskorral, csak pont jött ki a lányával. Csak két hétel azon, hogy jártam. Egy helyen lakunk, ugye, és ő jött ki, meg mentem be, és nem tudtam vele beszélgetni, mert pont. Már én láttam, hogy ő fizet, aha, de olyan sor volt mögötte, hogy én meg már mentem be a gyerekkel, mert a gyerek már rácsapott a túrórudira. Ezért megdobáltam narancsa. A bolt átélhette azt, ez egy kis görög ABC egyébként, ott, ahol én lakom, hogy két gigasztár áll egyszerre az ajtajában. Az egyik jön ki, a másik megy. És ott volt a Gábor is. Igen. De egyébként rögtön megismerted, vagy pedig előzik? Ő nem voltál, látott, én láttam, csak már mentem, be akartam bele dumálni. Jöjjön csak bácsi, én rá. Ja, Gábor! Hello! Igen, ez az önbotjait letámasztom. Nem, már azért akartam, hogy... Megoldolálnok. Nem akarom őt bántani, nem is ezért mondtam, csak mondom, hogy eszembe jutott például a vásárlás, és ott állt a Gábor elől Nórival, én meg mentem a Benivel, és mondom, milyen, azon gondolkoztam, hogy milyen hasonló a rádiós műsorvezetők élete, hogy délelőtt, vagy kora délután, amikor az emberek még dolgoznak, meg nem tudom, ők már mennek a boltba a családdal, mert megtehetik, ugye, hogy a gyerekkel együtt. Milyen emberi, hogy ő is jár közértbe. És maga vásárol. És együtt vásároltunk, igen. De nem tudtam belenézni a szatyrába. Úgyhogy. De próbálkoztál? Nem, de mondom, én bementem, láttam. Már akkor is meg... Miért eszel ilyet? Na mindegy. Szacik ki. Ennyi. Úgyhogy gyerekek, ilyen furán mennek csak úgy a napok, azt érzem, hogy telik az idő, de igazából a nagy dolgok nem történnek. Ti nem érzitek, hogy úgy el vagy úgy napok közben, de nem. De így örülsz annak, hogy végre jó. Nagyon sok dolgok van állandóan. Szóval ezek az egyszerű hétköznapi tevékenységek is olyan örömet tudnak az embernek szerezni, hogyha közben nem zuhog az eső, hogyha közben nem fagy le a lábad, hogyha közben igen, az nem nagyon, tényleg. Tocsogsz a tócsákban, térdik. Tehát igen. Annyira jó működik így is. Igen. Hogy állunk játékkal?
Fogalmam nincs. 2-1 a hallgató. Tegnap agyon vertek engem. Hát, igen, egy kicsit így kimondta. Nagyon kimondtad. Nagyon szám. Na mindegy. 2-1. Igen, a nagyszájú srác tegnap Móra se tanított bennünket. De jó is volt. De egyébként jó játszott. Jó volt, nagyon jó játszott. Egyébként tényleg jó. Rákészült, nem bízott semmit a véletlenre, úgyhogy jó volt. Jó volt, fölírta magának, aztán felolvastam. Csak mondom, hogy így viszont kapkodnunk kell, tehát két nyert játszma kell, hogy legyen előttünk, ma meg holnap. Ahhoz, hogy ez 3-2, tehát nyert hét legyen. Nagyon dumáltunk hétfőn, hogy most jó lenne, ha végre megszorítanátok. Jelentem, sikerült. 2-1-re a hallgatók visznek, tehát a mait meg a holnapit nyerni kell. Hát nem lenne jó elveszteni, főleg, hogy jövő héttől már ugye csonka heteink vannak. Aha. Majd erről még nem is beszéltünk. Lélekben nem kezdtük el felkészíteni a hallgatóinkat, hogy egy hosszabb időre távozunk. De ez nem a szerződésünk felmondásával miatt, hanem egyszerűen csak kivesszük a szokásos márciusi 4-4 és fél hónapi szabadságunk. Utána pedig csak hetet háromszor jövünk majd. Nem többre, mint egy 4-4 és fél hónapra távozunk. Távozunk kicsit a mikrofon mögül. Úgyhogy hát jövő héten már erősen csonkahetek vannak. Na jól van. Oké, na kezdjük el a reggelt, lehet jelentkezni játékra a szokásos módon SMS-ben, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon nyugodtan. Gyorsan egy-két SMS, jó, hát annyian megtiszteltek bennünket, hogy írtak nekünk, hogy nézzük azért, hogy mik vannak még mielőtt belevágnánk. M3-as Budapest felől a ring pihenő után baleset, ez 3-6-kor jött, lehet, hogy annak azóta már vége. Köpölyöztünk tegnap, Judit írta. Ez nagyon, ez dicséretes, hogy ők köpölyöztek. Uh-huh. Ja, hogy utánunk, mert hogy mi is köpölyöztük, ugye, tegnap a szátokat köpölyöztétek, vagy a kis testeteket. Nem mindegy, igen. Azt mondja, hogy Trafi Miskolcon a Soltész Nagy Kálmán úton, jó gyerekek küldték nekünk, aztán Csornára megérkezett az első gólya! Ez az! Ti hárman olyanok vagytok, mint a királynő testőrei, Janitos, Feramis és Baltanyán. Ezt István küldte nekünk. Janitos, Feramis és Baltanyán. Nem is hitte volna a reggeli tömegközlekedésen utazom, mennyi mindent hall az ember. Balázs, három tini lány csak rólad áradozott, hogy összegyűrnék veled a lepedőt. Csak ne lennél ekkora egó. Aha. Melyik az a járat? Hol voltak, hány évesek voltak, melyik az a járat? Igen. De mi mit csinálunk az ajánlattal? Hát holnap ott utazol reggel. Az, honnan jövök be? Hát, ha össze tudom szedni két 12 éves, de jó nekem, Feri. Nem hiszem, hogy 12 volt, az már 14 is. Hárma már 36. Na, most nem, az hárman vannak. Hármasával nem büntetik őket, igen. Balázs, pénteken napfogyatkozás, köszönjük szépen, tudunk róla, csak nem érdekel bennünket. Aztán, dehogyis nem hűlök. Hogy utáltassam meg magam egy 10 perc alatt azonnal, nem reagálva a hallgatói esemesekre. Igen, a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt csillagászokkal együtt nézhetnéd végig. Miért szerveztek nekem mindig külön programot? Van családom, vannak barátaim, miért izgultok, hogy hol vagyok? Csak így mondtam. Miért akartok nekem programot szerezni? A professzorok, meg a docensek, meg az akadémikusok nem miattad jönnek ki oda, csak... Na de várját, a nap mindenki, hát fölnézek az égre, aztán nézem, na jó, kell, de nem egy helyre, hát hogy lássam, más. Tehát nem a bakcsomó ponton lehet csak látni, hát fölnézek ott a nap, azt eltakarják, nem? Vagy menjek el egy helyre, csak ott látható, hogy ezek tudnak valamit az akadémia, hogy lesz egy felhő, és a felhő lesz egy pici lyuk, ami pont az akadémián látható. Figyelj, hogy észreveszik-e egyáltalán, mit tudom, hogy szerez valóban egy ilyen diplomosztos talárt, vagy ilyesmi, és akkor... Kaporszakállal. És igen, egy ilyen, hagyják összeteket, papírt, ne kertsel a hónodat, és akkor mondja, hogy szólsz, kolléga. Igen, és néha ilyen latin idézetekkel tarkítanám a nagy cogito ergo sum. Igen, és ilyeneket mondanék. Ki ez az agyoriskolázott, kaporszakálú ember itt? Az egyetemen. Te ismered ezt itt mellett? De nem, tehát miért kell gyűlni? Hát felnézel a napra, ahol vagy, ezt nézed. Akkor menjünk itt oszlatni. Nem arra gondolok, hogy ez a docensek jobbra, akarjunkos balra, mi van. Valaki, nincs dolog. Valaki végrehajtott egy közterületfoglalást, és azt mondta, hogy innen lehet nézni a napfogyatkozást, kisajátította, és a többi ember nem nézhet föl? Vagy hogy van ez? Hát onnan szép, biztos. Igen? Nem tudom, hogy az a hely. De hát gondolom, hogy se elmondják, hogy mit látsz, adnak kormos üveget. Persze, vagy kijönnek, érted, és ott szakszerű kifejezéseket hallhatsz, meg ott szakszerű állnak hozzá a dologhoz, ott nincsen mellélövés, érted? Nem mondják azt, hogy csütörtök után csütörtök, aztán pedig csütörtök következik, mint a közszolgál. Tehát, hogy érted, hogy ott szerintem oda érdemes kimenni, de ha akarsz, akkor tényleg szétzavarhatod őket. Oda mehetsz, és akkor ott hogy jaj, már azt se tudjuk, hogy mettől meddig tartott a honfoglalás, maguk meg itt kint héderelnek. Igen, és eljátszanám, hogy én borítom sötétbe az eget. Igen. Igen. Előidézem, igen. És most hátok, jöjjön önökre, sötét ügyön el a nap. Egy fekete palástal. Azért az milyen így lenne. A világosság korának boruljon örök sötétség az egész földre és a civilizációra. Most elnyeritek méltó büntetéseket. Csiribú, csiribá!
Ja nem, akkor most. Csiribú, csiribá! És tudod, valaki Balázs, holnap van. Ja? Igen. Lebontanám a szentet, és elmennék, tudod. Ja Istenem, azt mondja, hogy Beri csapja már szelet Bocsi Nóriának, kérdezi John Matrix. Hát most lett volna tegnap a nagy egyesítés, a kiszúrom, megnézem, megstirölöm, áthívom játszani, de mondom, elmaradt abba. Mi már sokszor találkoztunk a Gáborral, a két gyerek még nem, aha, és ez tegnap létrejöhetett volna a frigy. Ha hozza a gyereket. Ott volt a gyerek. Ja, ő is. Ott volt, ott volt. Most telefonáljunk át, és kérjük meg a lányának a kezét a fiadnak. Na de azért most komolyan. Ne legyünk jobbágyok, hogy minket csak itt kiházasítanak. Engedjük meg, hogy a fiatalok láthassák egymást. Hát ne legyen az, hogy mi összeadjuk őket szülőként, mint régen tették ezt őseinkkel. Hogy nem szerelemre alapuló házasságot. Hát nézzék meg egymást. Berító egy kicsit stirölje Nórit, Nóri egy kicsit stirölje Berító. Nem kell nézelődni. Hát van egy szimpátia. Semmi, hát mit tudom én, egy évvel kigyűjtünk egy évnyi bestet, aztán megnézi majd benne a gyerek. Nincs ezzel egyébként semmi gond. Mind a ketten vonzottok ugye a keleti kultúrához, érted? Számotokra ez egy nyilvánvaló, de Indiában is megvannak ezek a gyerekházasságok, legyen már meg itt is. Legyen egy nagy családegyesítés. És ott a kis községnek a főterén szombaton a giroszos mellett adjuk össze őket, erre gondolsz? Nem, én konkrétan Andira gondoltam. De ne, figyelj, csörögjünk már, kérjük már meg a lányának a kezét. Én tudod, hogy mindenben benne vagyok, de tudod, hogy ők nem ők, hanem az ő programigazgatójuk nem enged bizonyos dolgokat. Mi miért áll a sokkal... két gyerek boldogságának az útjába? Mi sokkal liberálisabb helyen dolgozunk. Mi a Kukit is meghívtuk volna, és szerettük volna, hogy a Music FM-től Kuki megszólaljon nálunk, és mondja el, hogy akar-e polgári légiközlekedésben részt venni. Egy napig nyomoztunk a Kuki után, beszéltem vele, Laci, és minden, majd jött, hogy a programigazgató nem engedi a Kukit nyilatkozni. Nálunk ezt engedték volna, na most ugyanezért nem akarom bajba keverni a Gáborékat, hogy fölhívjuk, a Gábor van olyan vagány, hogy fölveszi, összebeszélünk, és 10 órakor ott aztán óriási balhé van, hogy miért beszélt. Hívjuk először a programigazgatót. Hívjad. Én nekem nincs meg a száma, hát mit tudom én. Úgyhogy összecsörögnék én velük, hidd, hát van bennem kraft, csak tudom, hogy ott ezt egy kicsit érzékenyebben kezelik, de nem a stáb részéről, hanem fejben. Számomra értetetlen okok miatt egyébként. De mindegy, hagyjuk szép is. Hát kis az ő döntésük. Szép kisfiú, olyan gyönyörű gyermek. De köszönöm, hogy a aggódsz Benito jövője miatt. Hát, mégis csak jól hangzik az, hogy érted, hogy mit, Sebesnyin Bocskor. Tehát olyan jó. Jó, még kimondani is jó. Igen, na jól van. Azt mondja, hogy fél hét múlt 5 perccel, most már tényleg elmegyünk hírezni, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebbeket, aztán ha valaki jelentkezett játékra, várja, hogy visszahívjuk, mert hogy jövünk a játékkal a hírek után. 9 perc óra pontosan 7 óra, Ákos, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, mennyi új híreket fog. Nagyon jó voltál, nagyon jó voltál, mint mindig, Ákos, köszönjük szépen. Gyorsan mindjárt jössz. Háromlábú található 62-es számú főúton, Seregélyes és János Somorja határánál, Székesfehérvár irányában. Köszönjük szépen. Valami dobogó kőn lerobbant kamion egy éles kanyarban, mindenki vigyázzon. Ezt Tiko küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa, aki, ha minden igaz, akkor már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló! Sziasztok, jó reggelt, Helga vagyok Tapolcáron. Szia! Hát mindent elmondtál, amit meg akartam kérdezni. Tehát ez... Jaj. Kezdjük előről, ki vagy honnan? Mert akkor annyit kellett mondani, hogy Helga vagyok Tapolcáról, és Józsival szeretnék játszani. Vagy bárki. Nem, Jánossal szeretnék játszani. Jánossal? Sziasztok, igen. Helga, ha ilyen lendületes vagy, én át is adlak. Viszont ha... Ajajaj. Ha ilyen hangzavarban vagy, az nekünk kevésbé jó, mert nem élvezhető. Éppen elmentem, hogy autóval éppen biciklizek a munkahelyemre, aha, de most jelenleg nincsen senki sem az úton. Nem tudsz megállni? De állok. Megálltál. Nem örökhajtós. Kihangosítóval vagy? Nem, a telefon van a kezemben. S hova bringázol? A munkahelyemre. Itt a Pócsai Zalharáb között egy hulladék szemételetre. Ott, és ott mit csinálsz? Ott dolgozol egy mérlegházban. Milyen házban? Mérleg. Sújtmérleg, természetesen, igen. Halló? Nem, itt ilyenkor vagyunk. Hallunk egy... És mindig reménykedem, hogy visszajön a hangod, mert ha nem, az nagyon rosszat jelent. Csak ezt halljuk, és utána mindig várom, hogy megszólaljál, nehogy valami baj legyen, amit a kamionok mennének emellettek. Jól van.
Oké, tehát Janival szeretné játszani, Hága. Ugye? Ezt mondtad. Legyen így. Ezt mondtam. Indítjuk az órát, legyél ügyes, hajrá, Jani. Gyerünk, Feri. Három. Kettő. Egy. Zero. Na. Jó reggelt, János. Jó reggelt. Tapolcai vagy, azt mondtad? Tapolcai vagyok, Veszprémegyéből vagyok. Uh-huh. Szeretném megkérdezni tőled, hogy itt ezen a környéken ismered-e a hegyeket? Hogyne ismerném. Melyiken jártál? A Csobáncon. Csobáncon, Szigligeten jártál Aha. már? Ott is, illetve Hegyesden. Hegyesden voltál már? Hegyesden pont rálátok, hiszen a szeméttelepen pont rálátok. Az Alahaláti szeméttelepen? Az Alahaláti szeméttelepen. Ahol dolgozom? Ahol dolgozom, természetesen, ahol dolgozom. A mérlegházban, ugye? A mérlegházban minden reggel péntektől, hétfőtől péntekig, héttől három óráig dolgozom itt. Az 8 óra, ugye? 8 óra, kemény 8 óra. Szereted a melódat? Nagyon szeretem, és imádok itt dolgozni. Remélem mindenki hallja, a munkatársai, a főnökeim és mindenki. Minden reggel biciklivel mész be? Minden reggel biciklivel jövök, éppen itt áll, éppen muszulom, Júriam. Tessék! Semmi, kivoltam a nevet, mindegy, nincs jelentősége. Megvan az ajándékcsomag! Nincs sem már, már kétyeget. Helga, ügyes vagy! Figyelj, nagyon jó voltál. Köszi. Semmi fogás nem lehetett rajtad talán. Jaj, fiúk, nagyon imára beleteket, köszönöm szépen! Nagyon ügyesen játszottál tényleg, tehát bármelyikünk ellen nyertél volna, ugyanezt mondanánk, mert hihetetlen lendülettel nyomtad, a végén már elkezdtem azért drukkolni, hogy ne mondd ki. De nem magunk ellen, vagy János ellen, hanem mert annyira szívvel játszottál, hogy már attól féltem, hogy belelovalod magad, és egy ilyen jó játékos már végén nem mondja ki, mert nagyon megérdemlet. Tehát végig az volt, hogy úristen, most már el ne roncsd, magunk ellen drukkolva kicsit tulajdonképpen. És szenzációsan játszottál. Megdolgoztál érte. Tényleg? Akik elmennek a rendben, hallgatnak bennünket, és érzik, vagy hallják, hogy játszol. Vagy játszottak, hogy szembe mész velük. Igen. Igen, ne tekerj az út közepén, lehet ezt írni. Zalahaláp az ellenkező irányba van. Igen, én tapottam fel érkezni Zalahalápról, természetesen. Nagyon ügyes vagy, Helga. Tényleg, ilyen lendülettel ritkán játszanak játékosok. Úgyhogy nem mondják ki. Jó? Köszönöm, fiúk, szeretőbeleteket. Sziasztok! Hello. Á, nagyon jó volt. Gyerekek, jól játszott. És azért tapsoljuk meg őt, illetve őket, mert az első nyerthető. Bizony. Jaj. Azért tapsoljuk meg őket, mert egy évben egyszer mindig megtapsoljuk a hallgatókat. Többször. Azért kapjanak egy óriási tapsot, mert megnyerték az első hetet. Gyerekek, ez egy szép játék volt, és ez egy megérdemelt hétnyerés. Azt is elmondom, hogy miért. Tegnap is nagyon jó játékos volt, és ma is. És rommá vertek bennünket. Úgyhogy megérdemelt. Nincs mese. Holnap még Feri is kikap. És úgy korrekt. Én már... Te már kikaptál a héten? Ja. És kikaptál? Hát fogalmam nincs. Nem, kedden én nyertem. Meg, gyerekek, megérdemelt. Nem, kihúzta. Igen. Na, egy érdekes témával foglalkozunk a hírek után. Van egy Robert Drust nevű ember. Mindegy is, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, egy amerikai ingatlan milliárdos, aki hát tulajdonképpen 3 évtizede azzal a gyanúval kell, hogy éljen, hogy megölte a feleségét. Soha nem tudták bizonyítani. Soha nem tudta a rendőrség egyértelműen megállapítani, hogy megtörtént-e. Kétes ügyletei voltak, vannak szemtanúk, akik rávallottak, vannak, akik ellene nem tudták 30 év alatt bebizonyítani, hogy ölte meg a feleségét, illetve még néhány gyilkosságban benne volt-e. Az lesz a témánk, hogy hogyan ölnénk meg a feleségét? Igen, illetve ki húzná tovább. Nézd! Ki tudná magában tartani ezt a szörnyű titkot? Ha nem lenne tovább. Ennyire érzékeny a hangulatában jelen pillanatban az ország, némi iróniával simán lehetne ilyen műsorokat csinálni. Mert ha idézőjelbe teszed, meg lehet. De holnap az lenne, hogy mi akkor most meg akarjuk. Akkor mondjuk azt, hogy egymásé. Én nem bántanám a Mónikát. Szóval, hogy évtizedek óta gyanúsítják felesége eltűnésével, megölésével, és forgattak róla egy dokumentumfilmet. A dokumentumfilm forgatásán pedig annyi történt, hogy emberünkön bekapcsolva maradt a mikrofon, és elment budira. És véletlenül klasszik csupasz pisztoly, véletlenül 30 év gyanúsítás után úgy, hogy megúszta volna a börtönt, úgy, hogy nem kellett volna börtönbe mennie. A budin pisilés közben
rajta maradt mikroporttal bevallotta a gyilkosságot valakinek, akivel vizelt a budiban. Jézus. Miközben dokumentumfilmet forgatott az HBO-nak, illetve róla forgatott az HBO. Éveken keresztül követték mindenhova, egy New Yorki milliárdossal van szó. Ez sem működik úgy már, mint régen, mint amikor kinyírtam a feleségemet. Körülbelül ez történt, az HBO jelentette a rendőrségnek, a rendőrség visszahallgatta, és a 71 éves milliárdost őrizetbe vették a hangfelvétel alapján. És megbeszéljük, hogy az hogy történhetett nyilván, mert azért ez egy nagyon nagy blama, 30 évig titokban tudott tartani, és elszólod magad, mint a csupasz pisztolyban, egy budin, egy bekapcsolt mikrofonnal. De a téma, amiről beszélgetünk, hogy ki milyen mondatot mondott már úgy valakiről, hogy az illető hallotta, vagy nem vette észre. A másik oldal pedig, hogy rólatok mi olyat mondtak már, aminek fültanúja voltatok úgy, hogy ott álltatok. Kolléga, munkahelyen valaki, feleség, anyós. Ez a hülye Józsi, hogy tudtad elvenni? Te meg ott álltál, aki zokniban, kezi csókolom anyuka. Jó? Úgyhogy mindenki gondolkozó, nyilván sok hallgatónk volt már ilyen élethelyzetben, amikor te mondtál valakiről valamit úgy, hogy azt hitted, hogy nem hallja, illetve rólad mondták, és azt hitték, hogy te nem hallod. Mi volt az, ki mondta, és milyen élethelyzetben történt. Jó? Várjuk az SMS-eket, és ezzel a témával folytatjuk. Ákos, híre után. 7 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk halkan. Hello Feri, hello! Sziasztok! Hello. Hello! Drága hallgatók, csütörtök van, hideg van most még, de jó idő van, és elvesztettük a hetet Fekete Ferigenemben. Kikaptunk, úgyhogy elment az első hetünk. Belefér, nem bánjuk, sőt a játékosunk nagyon jó volt, többször megdicsértük, megérdemelte. Egyébként jó játszott. Aki jó játszik, attól nem szégyen kikapni. Hát, csép, béra voltál! Nem, tényleg, egyszer jó volt, megérdemli, nem? Ügyesen játszott. 9-1 a hetek arány, a gyerekek, nyugi. 9-1 valóban. Igen, viszont nagyon szépen kérlek, ne legyél slendrián, pontosítsál, hogy melyik csütörtök. Hát ez egy jó kérdés. Jó, tehát hogy nem menjünk. A mai, a holnapi, vagy a holnapi. Igen, az a csütörtök, amikor 35 fok lesz. Vagy a 35 fokos, de a második. Vagy a második. Vagy ez már a harmadik. Vagy ahol bőrömhormonokkal fog minket bombázni az esti napsütés. Igen, az éjszakai napsütés. És az esti napsütés, igen. Jó, hát lábadoznak, na, drukkolunk. Ez a dolog menjen, minden esetre szórakoztató. Tehát, hogy abszolút szórakoztató. Ha ez a cél, akkor szerintem abszolút bevált a dolog. Nem? Van humorcsatornát indítottak? Tényleg mindig oda kapcsolok, hát ha történik valami. Csak legalább irónia lehet. Na, nézzük a közlekedési híreket. Mi történik az utakon? Hali M3-as 19-es kilométernél semmi torlódás, gyertek erre, ne kerüljetek. Bécike volt olyan drága, és elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M1-esen, az M0-as felhajtójánál Győr felé áll egy rendőrautó, és az autópályát figyeli. Nem mér, de nagyon ott van. Jamie küldte nekünk. Baleset az M3-as Miskolc felé vezető oldalon, Mogyoród vonalában. Dugó van, jött SMS-ben. Valamint Nyeles elküldte nekünk Csoki, a 81-es út Győr és Székesfehérvár között jó járható. Cseles Nyeles küldte nekünk. Gyerekek, tegnap belefutottam egy filmbe, a Story 4-en ment, és nem tudom, hogy kapcsoltam oda, és nem tudtam megvárni a végét. Valaki írja már meg, hogy mi a vége. Cím? Na. Nem tudom. El tudom mondani, hogy miről szólt, hát ha egy darab azt hallgató hittem, hogy ennyi nézte. Volt, hogy valamit megnéztem, mondj el valaki. Nem. Bradley Cooper játszik benne. Igen. Egy sikertelen írót. Van egy... Csúcshatás. Nem. Nem. Azt annak tudom a cím. Ez egy nagyon jó film, amikor beszedi a kapszulát, és okos igen. lesz. Nem. Ja, oké, okay. De eddig nem stimmeltem. Ez ugyan, tök mondta, okay. Mert Bradley Cooper a Csúcshatásban is ezt játszik. Az egy jó film. Nem, egy sikertelen írót játszik benne, van egy nagyon szép barátnője, egy félvér barátnője, aki egyébként Tom Cruise-al játszott a Mission Impossible-ben. Mindegy. Nem megy neki az írás, és egyszer csak talál egy táskát. És valaki ebbe a táskába elrejt egy regényt. Ő megtalálja ezt a regényt, elolvassa, és a sajátjaként kiadja. Mennybe megy, világhírű lesz, hihetetlen pénzeső ömlik rá, és itt már párszor belebobiskoltam, és közben narrálja alá valaki folyamatosan a filmet, hogy itt még az író nem sejtette, hogy mit követel. Majd egyszer csak leül New Yorkban a Central Parkba ez az író, a Bradley Cooper, és leül mellé egy idős ember, aki azt mondja, hogy érzed magad? Milyen a siker? Jó a siker? Elmondja, hogy jól érzi magát. Jó sikeresnek lenni? Persze, igen. De tudod-e, hogy azt a kéziratot, amit kiadtál, egy idős ember hagyta el, mikor éppen a Bradley Cooper már távozni akar? Visszafordul. És úgy hívják, hogy Jókai Mor. Ez egy családregény. A Baladlaiakhoz. Visszafordul. Leül a padra, és ott emberünk elkezdi neki elmesélni, hogy született ez a kézirat.
És nem tudom, hogy mi a vége. Bradley Cooper annyira izgatottan mesélte, hogy... Nem, annyira fáradt volt, nem bírtam végignézni, de jó a film. Egyébként jó, kicsit blödli, de jó, jól van alánarrálva. És írja már meg nekem valaki, hogy mi történik. Bradley Cooper. Bradleyvel? Bradley Cooper, ahogy Norvi mondaná. Bradley Cooper. Kiáll a nyilvánosság elé, és elmondja, hogy ő ellopta ezt a könyvet. Ledillelik az öreggel, hogy ez az ő könyve, de nem mondja el senkinek. Csődbe megy, kudarcot val, megszégyenül, mennybe megy. Mi történik? Mert úgy feküdtem le, és vonszoltam át magam a másik szobába, hogy nem tudom, mi a vége ennek az egyébként középszerű filmnek. De tetszett, és belenéztem, és elkezdtem nézni. De nem bírtam végignézni. Nyilván direkt hagyta ott ez a bácsi a kéziratot. Nem, ő ezt elhagyta. Én ott aludtam el, hogy a fiatal szerelmi elcseréli azt a táskát, és ő leszúrja fiatalkorában a lányt, hogy hova tetted a táskát? Hát abban volt az a bizonyos kézirat, amit aztán a Bradley Cooper kiad, és milliárdos lesz belőle, de lopott tollalékeskedik. Vagy más tollával, hogy ez is a címe. Biztos az a vége, hogy iszonyatos lelkismert furdalás van, de az öreg mondja neki, hogy se baj, fel a fejjel, egyél vagyok. Köszönöm, drágák vagytok, már látom a címét. Oké, hogy mi a vége? Nem a címekkel, mert a büdös életben nem kapcsolok többet a Story TV-re, szerintem ez is eleve egy tévedés volt. Csak valahogy fenn ott akadtam. Oké, hogy megvan a címe, erőm se lesz letölteni, mert én ezt még egyszer nem nézem végig. Csak mondjátok meg nekem, hogy mi a vége. Írja le valaki. Egyébként jó, hogy hűlök, persze, a Film Pluszon, a Universalon, a Storyn, van egy csomó. Megdöbbent, hogy milyen jó filmeket tudnak leadni. Ezek a kis tematikus filmcsatornák döbbenetesen jókat. Én mindig úgy sem, hogy este átlapozom az összeset, és amit tetszik, azt beállítom, felveszem, és soha többet nem nézem vissza. De legalább ott van az illúzió, hogy van 400 filmem már. Csak keverednek benne a dolgok ezáltal. Igen. Egy író talál egy táskát, aztán pedig elmenek egy bolygóra, ahol mindenki kék, utána... Hasából kijön egy szörny, fekszik egy asztalon, van valami csávó, aki forró, ólomban megy, és egy oké jelet mutat a kezével. A végén pedig egy lány meg egy srác egy hajónak az orrában. Balázs, ez az elmúlt 3 hét összes filmtermése. Tehát néha átalszom, mint a medve. Hogy mi történik? Mi a vége? És úgy feküdtem le, hogy nem tudom. Hogy nem. De ha megírjátok, akkor most Balázs elmondja, és akkor senkinek nem lesz ezzel kapcsolatban se soha kérdése sem. Mert igen, tudni fogjátok, hogy mi a vége. De most ne azt írjátok, Bali a végén Chuck Norris nyert. Tehát ne. Pedig. Léci 3 mondatban küldjetek már, tényleg, hogy mi a vége. Hogy elnyeri méltó büntetését, aki más tollával lékeskedik. Az öreg azt mondja, hogy nem baj, Bradley, te kiadtad ezt a könyvet, hülyére vetted az egész világot. Az Bradley a színész neve. Jó, de jó. Hát de most nem szólíthatja Kovács Gézának. Mégsem mondhatja, hogy nem baj, Józsi. De ezt így nem mondhatja. Nem baj, Cooper. És amikor Bradley kicsi volt, akkor ő volt a Mini Cooper. Igen, akkor ő volt a Mini Cooper, igen, ráadásul 4 ajtós. És tök jó, még mindig a filmcímben lopott szavak. Még mindig van, aki elküldi. Drágák vagytok, köszönöm, ne azt. Hanem ír. Na, itt van, vége. Elmondom, mi a vége. Na. Az a vége, hogy meghal az eredeti író, az idős bácsi. És nem akarja... Egy pont mellett verik agyon. Bradley Cooper. Nem akarja, hogy a srác bevallja, hogy nem az ő műve eredetileg. Ezzel a tudattal kell éljen, de gyönyörű. Ó, de szemétség. Milyen szép büntetés. Na, ne vald be, élj ezzel a tudattal. Majd a sírjába utána dobja a kéziratait, és eltemetik vele együtt az idős bácsit. Tehát akkor nem vallja be, hogy ellopta, és azt mondja a bácsi, hogy ne vald be, Bradley, élj ezzel a tudattal, ahogy ugye Leonidas mondja Ephiatisnak, hogy éj örökké. Milyen szép mondat a 300-ban. Ugye, hogy az a büntetés egy kicsi nyomorult pupus embernek, hogy éj örökké. Hát milyen szép mondat az abban a filmben, a 300-ban, nem? Amikor a rendezői változatban nekem jobban tetszik, amikor a felesége mondja, hogy még egy kör. Éj örökké, gyönyörű. Szóval, hogy És akkor Bradley nem vallja be, mert egy idős ember... Nem, mert van egy másik esemény, mert itt a folytatása. Bradley bevallja, hogy lopta az ötletet, és Zoe Saldana elhagyja. Az Zoe Saldana, vagy Saldana, ő a csaj, ő egy gyönyörű lány egyébként. És elhagyja. Viszont vesz magának 10 másik új barátnőt a könyv. Az öreg meghal, a srác kiadója nem engedi bevallani, hogy ropott a regény. A félvérlány elhagyja az író. Ah, kutya. Az euró száguld, a dollár zuhan, és készítik. A Wall Street-en pedig igen, pánikbe. A Fed nem sokára kamatot emel, erősödik a forint, igen, és zuhan a dollár. Na jó, köszönöm. Másik könyvet írni még? Vagy az kész? Tehát, hogy nincs is ötlete. A kezét nem veszítette el. Tehát, de nem volt ötlete, pedig is egy lopottból tudott írni. Igen, de, valaki azt írja, jó a kézirat, de te jobban megírtad. Bradley még megmászta 2-szer a félvérbigét, az öreg meg rámegy majd a nem igen, és aztán jönnek a kis
pesztit. Gyerekek, gyerekek, szemlék a másik. Itt már minden keveredik. Itt már minden keveredik mindennel. A végén a Juve nyer 3-0-ra. Nagyon jó, hogy megírtátok, mert eszembe jutott, hogy tegnap én is csak félig tudtam megnézni a szuperhekus kutyabőrben című Chuck Norris filmet. Mi a vége? Mi a vége? Csak jó, gyerekek, ennyire priviszhetünk néha, hogyha megnézek este egy filmet, azt reggel elmondatom a hallgatókkal, gyerekek, segítsetek már ki, mert tényleg nem írtam végignézni, mondjátok már el a végét, igen. Jó van. Az író elhagyja és tönkre megy az életem, már hogy a feleség elhagyja és tönkre megy az életem. Szép film, egyébként szép, egy fél órát láttam előle, de valahogy megfogott. Szép film, nem? De lopott. Tolvaj hát volt. De ezért szép, hogy mit csinálsz vele, mi lesz, találkozol azzal, akitől lopta. Tetszik a sztori, tehát egy kicsit banálisnak tűnik, de egy olyan helyes, szépen hát ábrázol az a film. Az például tök banális, hogy valaki azt mondja neked, a kiadót, hogy ne árul, de hát miért persze, mert a kiadó egy zsákpénz. Na jó, de a lelki ismeretek megérte? Hát, ez a jelen világ. Ez egy üzleti vállalkozás. Te van egy kiadód, eladsz belőle 3 milliót, bestseller lesz, és évekig vagy, vezeted a New York Times-nak a bestseller listáját. Hát persze, hogy a kiadó azt mondja, hogy hallgassunk, mint a sír, és mi kasszáljunk sokat. Hát, tök életszerű. Így van. Hát ez nem így megy, Feri. Hát, hát de nem, hogyha ő akarja, érted, ő el akarja mondani, akkor meg... Jó, minden, nincs az élet nem, az élet nem. A Majka is egyszer azt mondta, hogy... Nincs esebe több. Ha lesz pénzem, lesznek elveim is. Na, azt mondja, hogy... Ugye, amiről akartunk mi beszélni, az egy amerikai ingatlan milliárdos. Ez a téma indító hírünk, ami egy nagyon érdekes történet, mert hogy az HBO több éven keresztül... Megköszöntem a megfejtéseket, ha nem, akkor köszönöm. Drágák vagytok, hogy elküldtétek már, mint a film végét. Az HBO több éven keresztül forgatta dokumentumfilmjét egy New Yorki milliárdosról. A történet egyébként tényleg megdöbbentő, filmszerű, de ez a való életben történt. És 30 éven keresztül gyanúsították meg a pasit azzal, hogy ő megölte a feleségét, több tanúvallomás is született, de soha nem tudták egyértelműen rábizonyítani. Több gyilkosságba is belekeveredett, a feleségét azonban ugye hát egyértelműen a rendőrök szerint ő tette el lábalól. Mégsem tudták rábizonyítani. Azt mondta az HBO, érdekel a pacák, forgassunk róla egy dokumentumfilmet. Elkezdték forgatni több éven keresztül, majd rajta hagytak egy mikroportot. És a pacák, ez a 70 éves milliárdos, bement a budiba. Döbbenetes a sztori egyébként, hogy ott pontosan mit mondott, azt nem tudom, minden esetre a vizelés közben, ezt úgy utálom ezt a szót, mondjuk pisilés, pisilés, nem? Ez egy szép szó. Ne, a brunyálás. Az meg már a másik véglet. Pisilés közben, brunyálás közben elszólta magát, hogy bizony ő ölte meg a feleségét. Döbbenetes. És ez megtört. Na most ugye, hogy történhetett a dolog? Egyrészt kivel mész? Mit mondasz? Nekem megvan a mondat, ne olvassátok el, kíváncsi vagyok, hogy mire asszociáltok, hogy mit mondhatott a Pali. Az HBO megmutatta a rendőrségnek, egy hangtechnikus fogta a fülesét, azt, hogy jól hallotta, megmutatta a rendezőnek, rendező szólt a rendőrségnek, visszahallgatták, az ott ugye perdöntő, hogy ha beszolgáltatsz egy ilyen bizonyítékot, és úgy néz ki, hogy bezárják a pasit 100 évre, már börtönbe is van, csattant a kezén a bilincs. 30 évig megúszod a dolgot, és egy ártatlan pössentés közben elmondasz valamit. Hát mi... Döbbenetes. De ez hogy volt? Álltak mellett? Valakinek mondta, vagy dörmögte az orra alá, hogy izé. Több gyilkossággal is hírbe hozták, ugye több gyilkossággal is megvádolták, és valakivel pisült, és azt mondta, hogy mit csináltam? Mindegyiket megöltem. Jó, hogy. Ezt mondta pisilés közben. Döbbenetes a történet egyébként. De előtte még azt is mondta nyilván, hogy azt hittem már soha nem fejezik be a hülye kérdéseket, majdnem bebrúzoltam, bakker. Valószínű, tehát, hogy azért hogy felzaklatott lelkiállapotban lehetett, valószínűleg azért, mert nem tudott magán könnyíteni. Tehát nekem nem úgy tűnik, mint hogyha ő egy ilyen, hogy is mondjam, csak tehát olyan ember lenne, vagy lett volna, akit nagyon kínzott volna az önvád, meg a lelkiismert furdolás, hanem ha egyszerűen csak elszólta magát, valószínűleg ebben a kicsit lelkiekben, testiekben túl fűtött, zaklatott állapotban. Nagyon kell. Igen, igen. És ugye egyébként... Pierre Cardin gatya, és most minden tiszta. És ugye a lényeg, hogy ő megölte a feleségét, majd egy mafiózónak a lánya vallott volna rá 2000-ben, mint szemtanú. És hogy nem a tárgyalás előtt egy nappal ezt a lányt is, ugye szegényt megölték. És erre mondta ő, hogy mit csináltam, mindegyiket megöltem. Jó, hogy azonnal lecsukták és kész. Bár érdekes módon azért, ha te mondasz valamit, az nem azt jelenti, hogy...
Tehát fura, nem, hogy 30 évig nem tudják bizonyítani, nincs bizonyíték, majd azt mondom, hogy persze meg. Valószínűleg ez közben egy ilyen billegő ügy volt, igen, amikor túl vagy, tehát hogy már majdnem ott vagy, csak kell még valami. Most egy ilyen mondat elhangzik, beviszik a bíróságra az embert, és ezt lejátszák neki, akkor ott ő valószínűleg meg fog törni, vagy már megtört. Nem tudom. Igen. Tehát, hogy itt pont ennyit egy ilyen pöckölés kellett. Na, azt ő maga adta meg. Ő maga motyogott magában, bevallotta saját magának, ki volt borulva, hogy hosszan interjúztatják, tényleg. Hője pöcsök. Mit csináltam volna? A mellékzajokról nem is beszélve, amik azért egy WC-ben előfordulnak. Igen, bevallottam. És ugye a témaindítónak egyébként zseniális, mert mindenki volt olyan helyzetben már, amikor róla mondtak valamit úgy, hogy azt hitték, hogy nincs ott. Hát ez a világ egyik legkellemetlenebb élethelyzete, ha te vagy és te mondod, és ott áll az illető. Ha rólad mondják, szerintem szórakoztatóbb, bármit is mondanak, valahogy örülsz, hogy azt te meghallhattad. Nem? Még ha rosszul is esik, a leleplezés mindig okoz egyfajta kielégülést. Igen. Meg tudod talán védeni magad. Ugye az ilyen alaptalan dolgok, amit mondanak rólad. Vagy már nincs több kérdése. Hát vagy azt mondod, hogy akkor már ezt is tudom magamról. Behívtuk, hogy ne sértődjön meg, de nem ő kapja. Mondtak rólatok valamit valaha, szerintem volt biztos ilyen, vagy mondtatok valakiről valamit úgy, hogy belépett, ott volt, állt a hátad mögött, ott állt melletted, és azt mondta, hogy ha-hó, itt vagyok. Rólad, vagy te mondtál nem, valakiről? Én voltam egy régi igazgatómmal kapcsolatosan, kint álltunk egy folyoson, ugye hát van a munkahelyeken a dohányzó kollektíva, ami, mint tudjuk, hát kicsit összefog. Minden elhangzik. De kicsit, igen, összefog, és mondod, és nyomod, és az akkori igazgatónk került szóba egy bizonyos cégnél hosszú évekkel ezelőtt, és akkor én pedig felhangon mondtam pont, hogy hát igen, ez mekkora hülye, nem ezt a szót alkalmaztam, hanem ennél sokkal csúnyábbat, mert az, amit most csinálunk, az teljesen értelmetlen, és ez a dilettáns, miért nem és megy a... az a klasszikus, hogy a többiek már jeleznének, hogy ott áll a hátad mögött, hagyd abba, te meg még azt hiszed, hogy drukkolnak neked, és még jobban elkezded mondani? Kettő velem szembe, azt hiszem hatan voltunk körülbelül, vagy heten talán, és akik mellettem álltak, ők se látták, ők verték, ez az apukád, de az a fiam, mekkora hülye, de tényleg végre, apa, ugyanezt gondolom. Tök igazad van, és veled szembe áll a kettő ember, akit így kicsit érzed, de annyira benne vagy a sztoriban, úgy nyomod, kicsit érzed, hogy ők valamiért megakadtak. Az ilyen élethelyzetekben mindig megvan az a pillanat, amikor a beszélő rájön az arcokból, hogy megfagyott a levegő. És elkezdesz kapcsolni, mert még nem veszed észre, de látod a másik két arcán, hogy ők már nem azt nézik, hogy mit mondasz, hanem mögéd néznek. Volt az a klasszikus pillanatok alatt 10 fokot hűl a hőmérséklet, és nagyon megfajtsz életérzés. Először azt először azt gondolod, hogy ők csak nem értenek egyet. Igen. Érted? És akkor már kicsit így húzod is magad, hogy miért te nem azt gondolod, hogy ő egy hülye, még így rá is kérdeztem talán, hogy te nem azt gondolod, hogy ez mekkora baromság volt, és akkor és már érzed, hogy fagy a levegő. És már fagy a levegő, mínusz 10 fok van, tudod, kezdesz kicsit borzongani, és érzed, igen. És ugye ez akkor szokott a legnagyobb ciki lenni, mikor mondjuk 5 percig osztotok, de mindenki osztja, viszont csak a te mondatodat hallják. Igen. Na, nálunk ez pont így volt, tehát mindenki beszállt már a buliba, mindenki savazta, én voltam akkor pont a leghangosabb, amikor megérkezett. Ferenc, típikus. Jöjjön be. Akkor beszélgessünk. Ezeket az egymondatosokat szeretem, abban egyszer belefutottam, az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor egy ilyen szakmai oktatáson, ez még középiskolában történt, én egy picit késtem, szokás szerint, és beléptem a terembe, és azt mondtam, hogy na, itt van már ez a... és ott volt. És ott te voltál, meghívtak valóban? Igen, de ő mondta. Igen, Járos, itt van már az a... És akkor itt hogy rólad mondták, és te mondtad. Nem, én jöttem be, és a szakmai oktatónk, aki a gyakorlatot végig... Te mondtad, hogy mindenki igen van, én vagyok az utolsó, de őt még nem láttam, persze gondoltam egy picit a késésemet, leplezem egy nagyon jó fej, nagyon vagány, nagyon stílusos megjegyzése, és ő válaszolt, igen, János, itt van már az a... Foglalj helyet, kapcsolódj be az oktatás. Akkor mondjuk korrekt volt. Nem, jó arc volt egyébként, tehát, hogy hasonló stílusban adta elő is magát időnként, tehát laza tanárról volt szó, de azért picit kellemetlen volt. És nem próbálták kijönni, hogy ez nem kérdő mondat volt, nem a tanár úrra szólt, saját magamra. Kijelentettem, hogy itt van már ez hát, a... Hát miután férfi nem hiszem, meg tituláltam a szakmai oktatómat, illetve elkéstem az óráról. Azt gondoltam, hogy nem én leszek az, aki még ott hoztam az észt, tudom. Nehéz. Na jó, hát ugye azt kérdeztük már hallgatóinktól a hírek előtt, hogy írjanak nekünk olyan történeteket, igen, amikor ők is hasonló cipőben jártak, vagy ti is hasonló cipőben jártatok, illetve hát amikor rólatok mondtak valamit, és ti ott álltatok, kihallgattátok, szülők, anyós, anyósról, kolléga, főnök. Jó? Úgyhogy várjuk az SMS-eket, és jövünk azzal, amit írtatok. Ákos, hírei után.
3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember kihallgat úgy egy beszélgetést, hogy róla van szó, vagy ő mond valakiről néhány olyan dolgot, amit az illető egyébként végighallgat. Ugye hát az amerikai milliárdosból indultunk ki, Robert Drastnak hívják, amerikai ingatlan milliárdos. Ő a Budiban egy felszerelt mikroporttal, klasszikus filmes jelenet, bevallotta vagy elmotyogta. A cikk szerint saját magában motyogott, csak egy kicsit hangosabban, hogy bizony ő tette el láb alól a feleségét, és ő tette el láb alól a szemtanunkat, az HBO jelentette a rendőrségnek, és lecsukták. Na, nézzük az SMS-eket, hát rengeteg szórakoztató jött, hallgatóink írják, hogy igen, voltak már hasonló helyzetben, amikor is hát úgy tettek megjegyzést valakire, hogy közben az illető ott állt. Egyszer az anyósomat és annak az édesanyját hallottam beszélgetni egy a barátnőmnél töltött éjszaka után. A nagyi pedzegette, hogy mekkora a vangom. És úgy pumpálok, mint egy szívbeteg fóka. Hogy nem lehetek rossz arcok. Az anyósom helyeselte a dolgokat. A vicc, hogy a nagyi egy külön házban lakott. A vicc, hogy a nagyi külön házban lakott a telken. A csajszobája meg az emeleten a nagyházba. Pirultam. Hát, tényleg hangos voltál. Pirultam, igen. Én csak szemtanú voltam egy ilyenben, de kívülről nézve elég szórakoztató volt. Ismerősök beszéltek éppen kicsúnyán egy közös ismerőst, aki akkor lépett be az ajtón. A társaság nagy része nem vette észre, de az egyiknek lefagyott az arc, és azt mondta, hát lehet, de én egyébként nagyon bírom, jó fej. A megalkó. Jössz ki belőle. Igen, próbál az ember kijönni, igen. Egyetemista koromban a barátommal rendszeresen együtt jártunk kakilni. Ilyenkor jókat beszélgettünk, egyik ilyen alkalommal az egyetemi rektorunkat szittuk, hogy milyen idióta órarendet talált ki az új fél évre, milyen büdös a szája. Én már végeztem, kezet mostam éppen, amikor a haverom azt kezdte találgatni, hogy a rektor úr feleségét milyen pozícióban szeretgetné meg. Én akkor már hullacsendben voltam, mert a rektorunk állt a piszuárnál. Haverom sajnos kibukott az egyetemről, tőlem megvonták a negyedik évi kapott ösztöndíjat. Az csak nem korrekt. Az nem korrekt, hát ez így nem szép. Ösztöndíjat elvenni, miből igyon? Igen. Iskolában a tanári tabló előtt állva röhögtünk az angol tanárnőn, és mondtuk, a fényképen még hülyébb feje van, mint élőben. Mire megszólalt, hogyha kiszórakoztuk magunkat, akkor menjünk ki az udvarra. Azért az is nagyon csúlya. Annyit akarta nekünk. A WC-ben szittuk a főnököt, hogy egy büdös alak, milyen alak, igen, mire öblített, és kijött az egyik fülkéből. Igen. Klasszikus, igen, ugye? A WC-ből kilépés, igen. WC-ben sok ilyen dráma történik. Igen, talán ott történik a legtöbb, amikor nem tudod, hogy pont miatta van zárva az ajtó, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Laci vagyok. Hello, Laci! Na veled mi történt? Hát ez egy elég durva sztori volt. Horvátországban nyaraltunk, három lakókocsiban laktunk, egy 10-12 fős brigád, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a közeli nagyvárosba, Splitbe autókkal, két autóval. És én levittem Horvátországba egy walkie-talkit, és kitaláltam azt, hogy lent a két autó közötti kapcsolattartásban de jó lesz ez a walkie-talkie. Elindultunk a két autóval, és hát a szokásos hülyéskedés, bréko, riadó, meg itt jobbra lecsengte után, adtunk tovább, és a mi autónk indult egy társalgás arról, hogy a másik autó utasai, akik a másik lakókocsi lakói is voltak egyben, hát hogy mennyire szarrágók, hogy ők soha nem hívnak minket kajára, de hozzánk mindig odaülnek, nálunk isznak, de ők semmi, innen előjöttek régebbi témák, mert ez egy régi társaság volt, én viszont új volt. Mi voltam benne, hogy a koleszos évek alatt is micsoda szarrágás ment, és hogy ez mindig jellemző volt, stb. Megérkeztünk Splitbe, hát ott azt észleltük, hogy olyan fagyott volt a hangulat, de még akkor nagyon nem derült ki, hogy ez úgy miért nem. Szép. És hát végig fagyott volt a hangulat, és én másnap délelőtt szórakozgattam a walkie-talkie-val, és akkor vettem észre, hogy beszorul a gombja. Tehát ők gyakorlatilag élő egyenes adásban 10-15 percen keresztül meretten a másik autóban hallgatták azt, hogy minden. Az a baj, nagyon régen történt 10-12 éve, és konkrétan pontosan nem emlékszem, de ez volt a téma, hogy... Mentetek utána meg nyaralni együtt, vagy ez ott megszakadt? Hát, én azt hiszem, hogy én úgy tudom, mert mondom, hogy külsős voltam egy kicsit ebbe a brigádba, hogy ez így egy-két évre befagyasztotta a kapcsolatot. Hát, valami ilyen nem is értem. Megtetted, amit meg kellett. Aztán újra kialakult a régi. Fura a dolog, mert ha én egy ilyet végig hallgatnék, én megvárnám, míg befejezik, biztos vagyok benne, de nem bírnám megállni, hogy ne leplezz.
szerzem le őket, hogy én ezt hallottam. Tehát biztos, hogy tennék arról 10-12 perc után, hogy oké, ha befejezted, akkor menjünk ajánlni, és a vendégeid vagytok. Tudod, tehát, hogy, hát, igen, tehát nyilván ehhez... ilyenkor azért vissza kell vágnod, és éreztetned kell vele. Én nem tudom elképzelni, hogy 5 ember ezt némán tűri, majd kiszáll a kocsiból, és elmegy elébe. Azért tűrte némán, érted, mert 20 éve voltak showherek. Tehát, hogy megismerted saját magad, hogy basszus, tényleg nem hívtam jó, meg de őket. Ott azért soha. Már van vér a pucában. Hát de akkor oda kéne menni. Igen. Igen. Hát már én fizetek, emlékszem, a Koleszben nem voltam mindig. Túlgálás veletek szemben. Vagy átszólsz a másik, hogy gyerekek, ma én fizetek, Feri, ha tudsz kölcsön adni a másik autóból. Tudod, tehát, hogy valamit akkor már önirónikusan, vagy valamit visszaszólt, hát ez nem szabad annyi bajni, igen. Ez nagyon szép történet. Hát ez gyönyörű volt. Hát jó, hogy nem szóltak vissza, mert én, hogy splitben nem szállok ki a kocsiból, akkor biztos. Kemény. Igen. Laci, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Ciao. Hello, hello, hello. Azt mondja, hogy... Engem a munkatársam beszélt ki, amit véletlenül hallottam, hogy én milyen csúnya vagyok, és a barátom hogy tud kimenni velem az utcára. Oh. Ez 17 éve volt, most vagyok 35, de örök nyomot hagyott bennem, azóta sincs önbizalmam. Köszönöm neked, Peti. Még a nevére is emlékszik. Évi küldte nekünk. Házibuli, nézem a cimborám feleségének domborulatait, és a félhomályban a mellettem álló férfinek mondom, áj, hogy megdöngetni. A fény volt. Tipikus. Abszolút, abszolút tipikus. Anyósommal ástam a kertet, kedvesen megkérdezte, hogy miért túrom a földet. A válaszom, anyád méretű gödröt ások. gyanúsan nagy volt a csend. Mögöttem állt anyósom villogó szemekkel. Nem nagyon tudod kimagyarázni. De anyád milyen szép mondat. Anyád méretű gödröt ások. Igen. Volt csajommal és családjával mentünk a piacra, venni akartam szemetes zsákot, fickó kérdezi, mekkorát kérek, mondom, a nagyobb méretet, erre egyből hangosan elkezdi mondani, hogy ez akkora, hogy az anyósod is belefér. Mire megszólal mellettem, felpróbálja? Ugye, mama meghallotta, de szellemes. Jó, ez van, jó. Igen, fickó ért, mint arra, hogy ezt Viktor küldte nekünk. Azt mondja, hogy én ebben a pillanatban lettem munkanélküli, azért, mert azt mertem mondani munkájában, a főnök azt mondja, hogy azért ilyen idióta, mert nincs férfi, aki hozzányúljon. Aha. És ez sajnos meghalotta, pont hazafelé tartok. Ilyen, ebben a pillanatban rúgták ki? Úristen, de kemény. Az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Mikor 7 éve dolgozol egy közösségben és gyűlés rendeznek a hátad mögött egy étteremben, miután te felmondtál, és egy barátom mellettük ült, bekapcsolta a telóját, mindent hallottam. Írja Viki. Azért az is kemény, az nem? Hogy én elmentem, egy munkahelyem... a Viki benéztem volna a helyedben. Visszamész, igen? Hát nem. Szevasztok, jó volt veletek, köszi, igen. És akkor most már legalább tudom, hogy mit gondoltok rólam. Hát igen, mekkora egy tapló ez a Balázs. Jaj, bocsánat, nem nektek akartam küldeni. Imádlak. Igen, igen. Kollégákkal beszélgettük ki a legjobb csaj a melóhelyen, kifelé jövett az öltözőből, utolsó mondat, akkor is Rita a legjobb fenekű csibe ebben a baromfürdőben, mögöttem jött, annyit mondott csíp-csíp. 3 éve együtt vagyunk, illetve együtt voltunk, igen, 3 évet. Akartam pont mondani, hogy ez nem bántó, tehát ha jót mondasz róla és azt hallja meg, azért nyilván nem sértődik meg senki, nem? Ha a csapat legjobb nőjének nevezem. Hát ha valaki dicsérne. Hát az akkor kevésbé, igen. Na jól van, hát ilyen SMS-eket kaptunk, azért ez egy kemény. Kemény pillanat lehet, nem? A mondás, vagy amikor hallod magadról? Tehát szerintem az a rosszabb, ugye, te mondod, és te buksz meg. Aha, amikor hallod magadról, abban van némi perverzió, ha lebuktatod. Aha. Tehát az szerintem... De az, amikor mindenki helyesen, és valak 4-5-en, és téged szidnak kórusban, és azt végighallgatod, nem azért az kellemetlen. Igen. Hát ott van egy kis csapatszellem is, tudod, lehet, hogy a másik három nem is annyira utál téged, pont, de ha már az egyik mondja, akkor illik oda-oda lépni. Na jól van, játszunk. Itt van a játékosunk Óven bácsival, és Peru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Peru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Dávid! Dávid vagyok, igen. Honnan hívtál minket, Dávid? Budapestről. Dolgozol? Már munkában? Igen, jelenleg igen, 13. kerület. Mit csinálsz? Rendszergazda vagyok. 13. kerületben bármit csinálhat, mert az... Megszoktam. Vagy Lőrinc, vagy a 13. kerület. Hát, figyelj, vagy ott lakik, vagy ott lakok, nem itt lakok. Ja, csak ott dolgozol, igen. Nem mennek ki? És ma vizsgázol motoros rutinból? Így van. Tényleg? Van, akinek megvesz ezek szerint a motoros vizsgája, ha érted, mire gondolok. Igen, igen. Mióta hallgatjuk, hogy mindjárt motorozom? Már elkezdtem a tesztkérdéseket.
Ugye, 60%-okat csinálok, 85 hiba ponttal, esélytelen. Te megugrottad, akkor megugrottad a kreszt. Igen, kreszt már megvolt tavaly, csak éppen kicsúsztam a szezonból. Ja, és most jön a jó idő, most tudsz. Igen, igen. Ott, ma miből áll a motoros rutin? Hát van egy műszaki, ugye el kell mondani az elején. Aztán van egy motorszólás, ugye az az alkalmassági teszt, és 3 feladat van, amit végig kell menni a rutinpályán. Motortolás? Aha. De elakadsz, hogy elfogy a benya, akkor tudod-e tolni a motor? Igen, igen, pontosan. Ha felborul, neki mész a bójának, kimész a pályáról, akkor bukta. Mennyi? 4-5 kilométer? Nem, egy 8-ast kell tolni a pályán. Mikor a gyerek tolja a bringáját a Margit-szigeten, te tolod a motort, és megnézik, hogy alkalmas, hogy eltolni egy motort? Igen, igen. Anélkül nem is mehetnek tovább. De miért, hogyha én egy Honda Goldwinget vettem a maga 600 kilójával, vagy nem tudom, azt meg nem mozdít. Ja, hogy azért ne vegyél olyan motort, amit nem tudsz letolni az útról. Ki tolni tudod, ha elborulsz vele. Fel kell állítani. Igen. Aha. Itt a felállítása nehéz, tehát tolni megmozdítod, megy, tehát gurul. Aha. Ha elesel vele, ugye azt fölállítani, föltépni, és úgy tolni, ott abban az a meló. Ha már két lábon van, az, akkor azért azt eltolod. Mm. Igen. Igen, igen. De gondold el, hogy ezt be kellett, hogy vezessék, tehát vannak olyan suták, akik nem tudnak egy kétkerekű motort 10 méteren keresztül egyenesen tolni. Tehát nem véletlenül vezették nyilván be, mert van, aki azonnal felborul a motor, fölállítja az egyik oldalon, és már borul át a másik oldalra. Igen, mert tehát, itt is megvan szerintem az a jelenség, hogy egy picit ilyen PÖ-csépótléknak gondolják a motort, és vesznek egy óriásit, egy marhára nem passzol hozzájuk semmilyen tekintetben, pici ember hatalmas motoron, és akkor mi van, hogyha valami probléma van? De egy saját motort állítasz fel, vagy a vizsgázó motor? Tehát, mit tudom, egy... A vizsgamotort, ezek ilyen 600 köbcentis. 600 köbcentis. Van egy vizsgamoci, amit mindig el. Amit eldobsz. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj! Aha, jöjj, csak meg ne szólaljon. Igen, mindjárt bevallja Óven bácsi, hogy ő tette el lábaló Beru nénit. Ő rendeltem a birodalmiakat. Igen, csak hát ő is oda veszett, rosszul sikerült a merénylet. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Hát ez olyan könnyű. Húha. Ez nagyon. Lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk, figyelj. Kis tehén? Az bizony. Így van. Szállj be, gyerek. Aha. Én szeretem ezt a dalt. Jó kedve lesz tőle az embernek, nem? Ez egy olyan tipikusan olyan dal, amit meghallgatsz. Igen, bármikor jó. Bármikor jó, igen, igen. Jól van, az első részletén már megmondtad, Dávid, megmondtad, ugye? Meg a rövid, mindenne megvan. Akkor megvan az ajándékcsomag. Menő. Ó, köszönöm szépen. Ügyes voltál, küldjük neked, nem is vettünk ki belőle semmit. Köszönöm, köszönöm. Bögre nyakba akasztó. Még mindig sapkasál? Nem. Nem, ez a bögre pasztartó, de sapkasál, lassan sapkasál, cserélünk. Az benne van. Sapkasál, de lassan cserélünk, igen. Nagyon szépen, köszönöm. Dávid, köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Szia. Hello. Jó sikeres vizsgát, vagy rutint, vagy mi. Köszönöm, köszönöm. Hello, hello. Sziasztok. Az, mindig megfogadom, hogy tényleg megcsinálom a kreszt. Gyerekek, de olyan hülye kérdések vannak, már nyilván nem a kérdés hülye, de egyszer nem tudom megválaszolni. Vannak olyan képes ábrák, hogy hányadiknak indulsz el a forgalomba, van egy jobbra kanyarodó villamos, egy egyenesen jövő busz, meg vagy te a motorral, és áll egy rendőr, aki balra integet. Hol kerülöd a rendőrt? Agyiba főbe gondolkodom magam, de hát itt utoljára 20 évvel ezelőtt tettem kresztvizsgát, és azért így felejt az ember. Tehát ilyen 50-60%-ra tudom hozni a tesztet, ugyanúgy megkapod, hogy elektronikus kevés formában, az összes kérdést betanulod, és aztán elmész a vizsgára, és ott ugyanazon kérdéseket kapod meg. Tehát csak be kell gyakorolni. Hány százaléktól vagy jó? Nem tudom, hány hiba pontod lehet, párat hibázhatsz, de nem túl sokat. A képes ábrákra kapsz 3 pontot, a sima szövegesek azok meg 1 pontot érnek. Igen. És akkor honnan kerülöd a rendőrt, ha az egyik keze fent van, és balra forduló villamos, illetve lefelé szálló fapados járat repül el a fejed fölött. Aha. Aha. Ahol 60, hely van? 60 másodpercet van egy kérdésed, és 40 másodpercig. Aha. Az iskoláján. De ha kocsival lennék, tudnám, de mi a különbség, tudod? Mocival. Hát ott jobban elférsz. Igen. Vannak teljesen banális kérdések egyébként, de nem megy ez. Úgyhogy feladtam. Írd bélyek, hogy megkérdezem a rendőrt. Ne haragudj. Jó, csak nincs. Nem? Csak kevésbé van ilyen opció, igen. Jó lenne a beletni. De már úgy megy a vizsgés, hogy megkapott kis iPad-en, és csak böksz, már semmilyen X-elés. Legalábbis egy barátom vizsgázott, ő azt mondta, hogy már nem ez a tesztlap, és akkor X-elgetsz. De megkapod, és csak és pörgeti a kérdéseket magától, és 10 perc alatt végzel az összessel. Aztán kimentek a Verhovinákhoz, és... Végen. Tekersz egy kicsit rajta, nagyon-nagyon tekersz, és úgy igen. Babetta. De megcsinálom egyébként, tényleg elhatároztam. Jó.
Helyes, és engedélyed van már a motorozásra, vagy két gyerekes apukaként otthon kell maradni? Otthoni engedélyre gondolsz? Aha. A Viki nem méri fel ennek a veszélyeit. Akkor viszont most engedjük el ezt a beszélgetést. Ja, aludj nyugodtan, Viki! Puszika! Valahogy ő nem érzi, hogy valójában mire vállalkoztam. Tehát nem zavarja. Yes. De nem mondta, hogy ne csináljam, nem mondta, hogy ne motorozzak. Ennyi év után sem tényleg nem esik le neki a tantusz, hogy te bármivel foglalkozol, azt veszélyessé tudod tenni. Nem. Tehát, képzeld el, hogy bedobtam neki, hogy tavasszal... Tehát egy olyan zsömlő párizsival, némi tévépaprikával és egy szelet sajttal, te abból is a veszélyfaktor tudsz gyártani, ha akarsz. Bedobtam neki, hogy motoroznék, és így tudod, azt vártam, hogy 10 percig itt. Na most, hú, na, de hogy... Jó. Mondom, mit mondtál? Jó. Nem. Szóval ez annyira könnyen ment át, hogy... De mondom, tudod, ez a brummogó kétkerekű. Ez a sisak. Nem ütköztem ellenállásba. Azt hittem, hogy lehet, hogy nem félt. Tök jó. Hát nem, még lehet, hogy van reménykedik. Bízik benne. Örökség. Biztos. Van papírotok? Miről? Hát, miről? A vagyonról. Nem írtunk ilyet. Figyelj. Akkor nem az övé. Nem jó. Még ki, akkor törvényes örökösöké. Akkor gyerekeké. Bele fog menni, főleg ha rájön, hogy milyen gazdaságosan használod a motort, hiszen soha nem kell egy garnitúra gumit venned hozzá, hiszen csak a hátsó fog kopni a sok egykerekedést. Igen, egyébként tényleg. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Megérkezett a mi Gáborunk, úgyhogy vele folytatjuk Ákos hírei után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök reggel van, ha valaki esetleg nem tudná, reméljük holnap nem lesz újra csütörtök. A 30 fok még várat magára, de reméljük, hogy mindenféle ijeszgetéssel ellentétben holnap azért megérkezik a péntek. Ugye? Van, ahol sokáig lesz csütörtök, meg sokáig van csütörtök, és 30 fok van, és este is süt a nap, nálunk este lemegy a nap, és holnap péntek van. Legalábbis ebben bízunk. Nagyon-nagyon hiszünk a holnapi péntekben. Nagyon-nagyon reméljük, hogy eljön. Így van. És ugye mondtam, hogy minden órában elmondom, tényleg petíciót indítunk, ha kell, vissza Reisz András a köztévében. Így van. De tényleg komolyan mondom, hát tehát ez az időjárás jelentés, ami ott van, ez inkább egyfajta szeszélyes évszakokkal ér fel, szórakoztató elemnek zseniális. De ha valóban szakmaiság alapján nézzük a kérdést, akkor Reisz Andrásnak helye kell, hogy legyen ebben az új köztévében, nem? Vegyék vissza, és hagyják abba ezt a dupla, teljesen értelmetlen páros időjárás jelentést, ami ugyanakkor tényleg szórakoztató, de fingom nincs, hogy milyen idő lesz, ha minden nap csütörtök. Viszont Reisz András azért. Szakmailag is ott volt, a kis tájnyelvével. Nagyon ott volt. Helye van. Tegyék vissza. Akarjuk. Nem értjük, hogy miért nincs helye. Hát szerették, ő már egy brand volt. Ott kellene lennie a köztévében, nem? Miért kell rajtunk kísérletezni? Nézzük. Vélemi vagyunk az áldozatok. Mi vagyunk az áldozatok, hogy rajtunk kísérleteznek. Nem, én nem nézem azt a csatornát. Én is csak a Six-nek a kommentjét olvasom. De hogy miért nem lehet? Miért nem lehet Reisz Andrással újra időjárás jelentetni az M1-en? Állítólag még élő szerződése van, remélem nem azért, hogy ne tudjon nyilatkozni még fél évig, amikor már szegény senkit nem érdekel, hogy hol van. Most mindenki megszólaltatná, de most nem nyilatkozhat, igen. Aztán fél év múlva csendben felmondják, reméljük, hogy nem ezért. De nagyon nagy, mi tényleg kedveltük őt. Ugye? Hát, hogy egy rettenetesen jó arc. Ugye, készítettünk vele interjút is itt a műsoron belül, akkor kiderült, hogy nem csak azért érdekes, meg nem csak azért egy üdeszín volt, mert hogy egy nagyon kellemes orgánum van, meg hogy nagyon szép tájszólásban beszél, hanem azért is, mert jó arc. Arról meg nem is beszélve, hogy mint meteorológus, abszolút patent. Kiváló meteorológus. És hát neked van egy másik kapcsolódási ponton is, egy BKV használó a fiatalember. Igen, igen. Aha. Ő nagyon sokat jár azzal. Akkor már ketten vagyunk. Vagytok már megéri üzemeltetni az egészet. Szóval, hogy mi drukkolunk neki, hogy visszakerüljön tényleg. Srácok, mi a zsákon van az M5-ösön gyálnál? Mocskos úr kérdezi. Hát mondom. Mi a zsákom? Mi a zsákom? Nagyon szép kérdés. M5-ös Kecskemét felé gyálnál áll a kocsi sormentő, most ment oda, nem tudom, mi rád sokan vagyunk, ezt Tibi küldte nekünk, akkor valószínű, hogy ott az M5-ösön a sor elején van egy komoly baleset, reméljük senkivel semmi komolyabb nem történt. Tétényi Andor kereszteződésnél baleset, már ott is helyszínelnek, nagy dugó van, Vitós Ati küldte nekünk, ez egészen pontosan a Tétényi út és az Andor utcánál történt, rendőr is van a helyszínen, Kata egészítette ki az előbb elhangzottakat, valamint M6-os Pécsről Boly irányában, félúton enyhe kanyarban a leállósában két kamion vesztegel, óvatosan menjen mindenki, széna, a WC papír árus. Áll a budai alsó rakpart a Mozaik utcától dél irányában, ezt Viko küldte nekünk, és Szeged felé a 23-as kilométernél van a baleset, egészen pontosan. Csak hogy ezt is mindenki tudja. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy itt van már is a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki,
aki kimeri mondani az igazságot és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe Balázssal. Jó reggelt, Gábor, hello! Jó reggelt, szervusz! Hello! Nagyszerű látni benneteket. Tényleg? Na, tényleg? Na, ilyenkor nekem is tök egészségesek vagytok. Hát amikor megmutattam neked ezt a reggeli kis vega burka és kolbászkrémet, kicsit kiakadtál. Ne hazudjatok. Ne, se nekünk ne hazudjatok, se magatoknak ne hazudjatok. De azért megkóstoltad. Nagyon finom mind a kettő, csak csináljatok padlizsán krémet, túrókrémet, ne hazudjátok magatoknak, hogy ez burka meg kolbász, még az se, hogy ízű, mert nem az. De, kicsit megkóstoltam. Kicsit a Balázs, kérlek, tényleg kicsit. Nem az. Most nem mondod el nekem, hogy ebben nincs valódi kolbász, rájövök, de kell egy perc, mire valami gyanúsra válik. Igaz stölt íze van, igazi füstöléssel készül, nem rossz. Nem, át gyerekek. Hát nyomokban nem tart. Semmi, mi nyomokban se tartalmaz. A füst mi? A füst íz, igen. De hát a füst íz, akkor gyereké velem dohányozni, vagy nem tudom, de azért ez nem ugyanaz, gyerekek, hát azért hónapra nyilván, hozok. Tehát, hogy persze, nyilván nem teljesen ugyanaz, de egészen élethűre sikerült ábrázolni. Egyébként valaki kérdezni, hogy mi a célja ezeknek, tehát nyilván nem az a cél, hogy ezt állandóan ilyen növényi füstölt kolbász utánzatokat együnk, de azok az emberek, akik szoknak le a húsról, vagy magas a koleszterin szintjük, stb., de ehhez az észre, amikor ragaszkodnak még, azt kérdezik akkor, hogyan tovább, és nekik átmenetileg ez egy jó megoldás. A Jani volt nekem az egyik legjobb példa erre, aki elmondta, hogy ő ugye lelkiismereti okokból vegetáriánus, de emlékszik a régi ízekre, amit minden mondjuk megvan. Minden megvan, és akkor jó jöhet egy-egy ilyen. De hát ez a múltkor is, ez a májkrémet evett tofuból, vagy miből. Persze. Ne csapjál, az tofu, érted? Persze. Az nem máj. Nem, a máj az egy csodálatos étel. Egyébként meg az hasonló ívásokra, mint amilyenek én. És vagyok, hogy mi keressük ezeket az ízeket. Mi is szeretnénk meg, mit tudom én, a párizsinek az ízét érezni, hogy a felvágott a két, a virsliét, de nem akarunk húst tenni. Értelek benneteket, nevezzük ezt egy nyomokban kolbász jelleget tartalmazó gabonakrémnek, és annak nagyon jó. Aha. Tehát teszem, jó, hogy én meghóstoltam. Jó, kérlek szépen abból a kolbásznak csúfolt krémből. Köszönöm. Vagy így. Egyébként megkóstoltam mind a kettőt, tehát ehető állagú. A műsor kedvéért bevettettem magam ebbe a kísérletbe, egyelőre meg vagyok. Húsevő társadalmat jelenteni. Értem, nem az íze az ehető, az állaga. Ahogy Feri dicsért. Hát tényleg én eszem hús, de jó, nincs rossz íze. Kedves ismerősem, küldtek nektek még fenyőrűt szirupot, erdei gyümölcslevet, házi csipkelekvárt és hecsedlilekvárt, vasfotló, és az alma is velő, és hoztam alma chips. Alma chips, tényleg nagyon finom. Igazi hazai. Na, az nagyon jó, és az alma chips, ott nincsen kénezve, nincsen citromsavazva. Csodálatos íze van. Mi se csinálunk alma ízű kolbászt, érted? Na, milyen volt, Dani? Én elmentem. Egy-két szó arról, milyen voltam? Hát nem milyen voltál, azóta azt hallgatjuk, hogy milyen voltál. Gábor, a közös előadáson voltunk. Kázi, nem is előadáson, felvezettem Gábor, gyerekek. Ritkán utazom valakit felvezetni 400 kilométer, de... Na most az úgy volt egyébként meg. A beszámolók szerint, hogy 1 óra 45 perc Balázs felvezet, és 15 perc Gábor, nem? Nem, fejezete rövidre fogtam, és egy szerény 10 percben futtattam csak magam, utána vezettem föl Gábor, de tényleg rövid 10 perces felvezetőt adtam Gábornak. Azért az Gábor... nem volt semmi az a felvezető, Balázs, azért a tapsvihartól kezdve sok nevetés, vidámság, azért ott kőkeményen volt. Az én előadásom ahol ott vagyok, ott vidámság van. Jó, de te igen, de te komoly tényekről beszéltél, én meg vázoltam, hogy miről lesz itt szó. Igen, egy zenekarnak az igazi nióját az mutatja meg, hogy ki az előzenekara. És neked Balázs volt az előzenekarod. Én voltam az előzenekarod, igen. Tehát, ott volt sokáig? Fontos program volt. Hát 10 után lett vége. Igen, nagyon sokan voltak, sok volt a kérdés, a személyes kérdés, egy fantasztikus alkalom volt Debrecenben, igen. Hmm. És hát folytatjuk is majd, egy hét múlva lesz újra, stb. Tehát hova mentek? Budapesten itt leszünk a Lurdi házban. Hmm. És utána megtaláltak a rajongók? Jani kérdése arra vonatkozik, hogy ezt után fújattál egyet a backstage-be? Persze, lerágták róla a boxer. Sok kérdés volt. Sok beszélgetés volt. Álltak a gruppik az öltöződ előtt? Igen, kérdeztek a végén? Interaktívra lehetettek? Igen, volt egy szűk, kemény mag, aki maradt a végén, és ők... Hát 9:30 körül mentek el, rengeteg kérdés volt, aztán a többi majd e-mailben vagy más módon. De rendeltél gyorspostával Ginzenget? De a legtöbb kérdés nem az volt, hogy hol a Balázs, nem? Nem mesélj még Balázsról, Gábor, léci. Egyébként Balázs miatt is sokan jöttek. Figyelj, 300-an voltak. Komoly tömeg volt. Majdnem 500 fő volt, igen. Majdnem 500 fő volt. Na, mivel készültél már, Gábor? Egy viszonylag új szakmai eredménnyel készültem. Ez a bélidegrendszer. Nem tudom, erről hallottatok-e.
kutatócsoportok vizsgálják mind a mai napig, hogy az emberi tápcsatornában, gyomorban, nyombélben, vékonybélben, vastagbélben idegrendszer van. Mégpedig egy viszonylag önálló idegrendszerünk van, és ez még önmagában nem nagy újdonság. A lényeg az, hogy nem csak a központi agyból az idegrendszer, nem csak az agy felől a bél felé további üzeneteket, hanem visszafelé is. Tehát most én nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy az étrendünk, az étrendben lévő hatóanyagok visszahatnak az ember központi idegrendszerére és a kedély állapotára. Tehát az azt jelenti ugye, hogy amit megeszel, olyan állapotban leszel mentálisan. Nyilván ez a közegyszerű mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Igen. Nyilván nem csak fizikai állapotodra vonatkozik ez, hanem a lelki, mentális állapotra is. Nyilván nem azt állítja ez a szakcikk sem, vagy a szakcikkek sem, hogy csak az étrend a befolyásoló, mert sok minden más is befolyásolja, ugye a szemlélet, a hit, a meggyőződés, világnézet, emberi kapcsolatok, család, stb. De az étrendről korábban nem gondolták, hogy visszahat, ennyire visszahat. Tehát magyarul lehet, hogy valakinek a depressziója, lehangoltság, ez a túl zsíros, túl fűszeres, fehérjedús, cukros táplálékok vannak. Azért ez egy komoly eredmény. Ez egy komoly eredmény, igen. De akkor ez azt jelenti, hogy mindenki, aki sok húst eszik, depressziós, és mindenki, aki kevesebbet, vagy inkább növényi táplálékot, az vidám? Nem csak a húsról van szó, de például a túlfűszerezett... Szerintem ez így van. Én ezzel abszolút nem értek. A túl sok főtétel, a túl sok forró fűszeres leves éjgyomorra megterhelik ezt a gyomor bérrendszeri idegrendszer, ezt a bélidegrendszer, és a szervezet csökkenti az idegrendszer stabilitását, intenzitását, az ember egy picit kókattabb lesz, egy picit lustább lesz, fáradékonyabb lesz, és ez hozza létre azt az állapotot, ami sokakra jellemző, ez rossz táplálkozás miatt is van. Van, aki a vitaminokról beszél, antioxidánsokról, nyersekről, én ezt alá is írom. Tehát nem jó a túl sok főt étel, a túl sok hús sem jó, egyébként túl sok zsíros hús sem jó, ezek deprimáltá tehetnek. És akkor mi a jó? Tehát vegyem ki a húst, és jobb kedvem lesz? Vagy egyek több zöldségből, és akkor kevésbé leszek depresszív? Először is mit a reggeli folyadék, amiről sokat beszélünk, az látja el a szervezetet először is energiával, de nem a reggeli, hanem a reggeli előtti folyadékbevitel, majd utána jön a reggeli egy 30-60 perccel. Gyümölcs. Aki reggel gyümölcsel kezd, az mindig aktívabb lesz, azt mondja a szakma. És a nyájzöldség, sárgarépa, lilakáposzta, cékla, nyerszcékla arányát növeljük. Ugye, amiről korábban beszéltünk, ez a hagyma, torma, gyömbér, csili paprika, egyebek, ezek is aktivitást fokozó hatásúak, tehát minél több hagymát fogyasztunk. Vannak gyógytejek, amik aktiválhatnak, van, ami nyugtat. És ugye ebben a szakmai eredményben az az új, hogy például az irritábilis bélszindróma visszahat a kedély állapotra. Tehát nem csak arról van szó, hogy a stresszek miatt alakul ki valakinek irritábilis bélszindrómája, krónbetegsége, kolitisze, hanem fordítva, egy bélbetegséggel küzdő embernek sokkal több B-vitamin, sokkal több antioxidáns, több párolt vagy nyers zöldséget, ha ehet, ezeket kell fogyasztani, és ezzel a hangulatát növelhet, vagy javíthatja. De a Feri nem tűnik rossz kedvűnek. Tehát nem. Viszont ez csak az álca. De lehet, hogy tudod, hogy ez mi energia? A bőrben lévő szorongó, depresszív ember, aki elutasítja magától az élet szép dolgaid, csak összetörve ül, ez vagyok én. Igen, mert hogy azért a magyar is úgy szeret enni, meg úgy, és mégis úgy dajdajozik, mert kicsit sírva vigad. Sírva de hogy... vigad. Igen, én nem arról beszélek, ez a hurrá optimizmus, az állandó vidámság, ez a keep smiling, hanem a belső kiegyensúlyozottság. Feri, te belül kiegyensúlyozott. Na, az egy más kérdés. Vagy én, vagy Balázs, vagy Jani, kérdezhetném ezt mindannyiunktól. Tehát igazából nem mérhető az emberre rögtön, hogy mennyire vidám, vagy mennyire nem. Mert mindig hanem... csak azt a rohadt hurkát teszi a párolt káposztát, meg nem. Azt is szeretem a hurkához. Van egy belső nyugalom az emberi testben. A stressz küszöb alatti életvitel, amikor az ember alapvetően nyugodt, békés, ha valaki negatívan szól, rosszul szól, akkor nem kapja föl a vizet. Tehát szerintem van egy olyan lelki állapot, amire rá lehet segíteni az egészséges, rostos, nyers, párolt zöldségfélékkel, gyümölcsökkel, diófélék, vagy a dió kifejezetten mandula is ilyen hatású. Egyébként a bélflóra témája az visszatérve, úgy tűnik, hogy a bélbaktériumok végzik ezt a kommunikációt a testben. Ők hatnak vissza az agyra, az idegrendszerre, és nem véletlen, hogy javasoljuk, hogy a bélflóra helyreállítást is. Ez a belső krosztók, angolul ugye ez a belső kommunikáció. Már a vékonybéltől elindul a laktó- és bifidobaktérium szaporulat, ugye beszéltünk itt a joghurtokról, de inkább a probiotikus készítmények, egyéb készítmények javasoltak
kapszulák, egyebek, amelyek... És megint azt kell mondjam, hogy az öregek milyen okosak voltak. Ugye azt mondtad, hogy a reggeli folyadék bevitel, hogy a nagyapám például mindig egy fél pálinkával kezdett, és csak utána jött a szalonna a friss kenyérrel. Hát ez van. És tudod, milyen nyugodt volt? 96 folyadék. 96 évig élt. Folyadék, hát, folyadék. Csak apám meg már ezt tovább is fejlesztette. Ő utána is bevett egyet. Na de mégis sokáig éltek, nem Gábor? Le is dolgozták nyilván, ugye? Tehát az alkohol és a zsír az állandóan mozgó embernél elég. De ezért nem javasolhatjuk azt, hogy igyunk alkoholt és együnk zsírt. Mi is mindig mondjuk a fejnek, hogy felé elég, de soha nem áll lehet. Igen. Én azt mondom, hogy aki pálinkát hívó emberek elmentek a gyárba és melóztak kőkeményen, tehát nem leültek a számítógép elé. Az alkohol és a zsír tehát néhány órán belül teljesen elég. Egyébként ez sem túl hasznos a szervezetre, mert dolgozik vele a máj, ugye a nyombél, ugye a gyomor feké egyik oka az egy gyomorra való pálinka fogyasztás, azért ezt ne hallgassuk el, stb. De csirátlanító hatása is van, ez tény. Hát erre feljavasoltok azt a 4-5 komponensű dolgot. Hadd mondjam el, hogy amit kaptatok, az nem is 4, hanem 5 komponensű volt már. Vörös hagyma is volt benne. A légzőszervédelme. Nekem anyósom véletlenül beleivott, az ott fekszik a tövön. 3 napja volt nálunk, ott aludt, és nem lát. Nem, mert azt hitt, hogy almaecet, mert egy ilyen almaecetes üvegben van, és ő tett egy kortyot, kiabált, hogy elvesztette a látását, nem tud mozogni, és 3 napja a köven fekszik, és nem tudjuk egyelőre megmozdítani, mert nagyon kiabál hozzá. De itt letörlik a habot a szájára. Mondtam, mama, abból ne, csak összekeverte a sima almaecettel, amivel ő minden nap egy kicsit iszik, mert hogy ugye. Igen. Az igaz, egyszer azt olvastam, hogy egy átlagos húsfogyasztó bélrendszerében kb. 2-2,5 kiló emésztetlen hús van feltapadva a bélfalra, vagy ez egy brutális nagy hülyeség? Nem, ez túlzás. A szervezet annyi enzimet termel, amennyi húst vagy fehérjét észlel, de nyilván a szakma az leírja, és ezt tanítja is, hogyha valaki sok húst, több húst, sajtot eszik, akkor sokkal több pepszinre, sokkal több gyomorsavra van szükség, tehát a gyomorban az emésztés sokkal intenzívebb, és a hasnyálmirigy is ugye sokkal komolyabb, nagyobb munkát végez, tehát ugye a 2-es típusú cukorbetegségre való hajlam, szoktam is mondani, ez nem a cukorbeviteltől függ alapvetően, hanem a zsír és a fehérjebeviteltől, hogy a gyomorban nincsen lipáz, igazából nagyon kevés van, ami azt jelenti, hogy aki zsíros húst, olajban sült, zsírban sült hústerméket fogyaszt, azt a gyomor igazán nem tudja fölbontani, mert a gyomorban van fehérjebontó enzimrendszer, de nincs zsírbontó enzimrendszer, legközelebb az EPE van, de az utána van. Az EPE próbálja a zsírt bontani, majd a hasnyálmirigy, szintén a vékonybélről beszélünk már, ami utána van, azt próbálja bontani a zsírokat. Ugye ezért üli meg a gyomrunkat a zsíros fehérjedús étel. Jó, de Ferének nem üli meg, mert neki olyan hosszú bélrendszere, hogy le se ér a gyomrába az étel. Már előtte elpárolog a zsír, tudod? Hát a múltkor itt láttam, hogy megevett egy fél biciklit itt kint. Zsírral, és hát ugye a lánc be volt zsírozva. És külült így harapta, és mondom, hogy Feri, mi lesz ez? És mondja, hagyjad a gyomorsava mellé. Feri, legalább a nyerget hagyd meg uzsonnára. Feri, de tudod. De például a gyereknek az ember csinál hétvégén egy rántott hús, nagyon nagy bűnt követel a gyerek. Halálosat. De mert tegnap én azt csináltam, és ugye eszembe jutottál egy csomószor. Egyszer-egyszer, de rendszeresen nem fogyasztunk rántott húst. Ugye, mert olajban sül, ráadásul fehérjéről van szó, és ezek a gyomorban, a bélben rákkelt anyagokat képeznek. De egy jó tanács, hogy ne szerdán csinálja a gyereknek hétvégére rántott húst. Ki bírja a ütőben? Nagyon kívánta, megcsináltuk, nem adtam neki oda, majd szombaton megkapja. Végén ezt te megcsinálod. Itt a rántott húst, így szombaton megkapod. De az a kérdés, hogy miért kell... meg azt a retket. Miért kell kirántani a húst? Tehát az jobb. Egy citromos sült csirke az nem jó például? Tehát, hogy nem más étel, sül. Biztos azért. Igen, ez lehet az oka. Azt kívánta, tehát nem azt mondta a Benni, hogy citromos sült. Ugye 6 éves a gyerek megismeri, át akarom vágni. Tehát azt, hogy rántott húst enne, és lerakok elé egy citromos sült, a gyerek kérdően néz. Benne van a panír. Kisfiam nálunk ez a rántott. Vajpuhára sütött csirke, megfelelő fűszerezések is, fokhagymával. Tök igazad van, nem tudom, ez már, ez erről beszéltünk a múltkor. Bulgurral, hogy... barnarizssel, zöldségsalátával, ez nem jó? Hát ez, igen, ez a 6 liter olajba beáztatom, forró olajba, megszívja magát, panírban van, ez már kicsit tényleg régi eset. A megfelelő hőfokon sütött, de 160 legalább, amire Gábor mindjárt mondja, hogy az már a halálos, veszélyes, rákkeltő dolgokat termel, akkor nem szívja meg magát. Mi az alternatíva? Berakom sütőbe, és meglocsolom egy pici olajjal? Veszel egy ilyen szép spriccnit magadnak, olajspriccelőt, az ennyit teszel rá, és akkor megsütöd sütőbe, és Gábor boldogan mosolyogva fog rád nézni, hogy milyen nagyszerű, már csak a hozzáadott fehérjéket. De panírozni ugyanúgy bepanírozhatom. Persze.
Rántott húst nem szoktunk annyira a sütőben sütni, mert lehet, más jellegű lesz, és kókuszsírban lehet sütni inkább a sütőben. Tehát az jobban bírja a sütést, tehát nem állati zsírban, nem növényolajban, kókuszolajban. Te nem szoktál sütni, Gábor, ezt tegyük hozzá. Nyílt lángot az olajban nem szoktam. De lehet. Fasírtot készítünk, rengetegféle tök magos, sárgarépás káposztás fasírtunk. Lehet, tehát csak mondom, hogy lehet sütni sütőben rántott húst, úgyhogy nem bő olajban csinálod meg. Megsül, az anyósom csinálja mindig. Egyébként tényleg. Itt valamiért, de úgy érzem, hogy Feri ebben a témában hiteles. Igen, hát csak nem mondjuk azt, hogy nem lehet sütni, mert lehet sütni. Nem, hát Gábor mindig alternatív megoldásokat mondta. Az más, a kókuszsíros sütés az oké, de meg lehet sütni tepsiben, sütőben, rántott húst, pont. Igen. Ne húzz föl. De Istenem. Hagyd majd én szétválasztom őket. Téged? Dehogy is. Mindenképpen jobb a sütőben süt, és a levegő is süti, nem csak az olaj. És ilyenkor ez több oldalról is sül, és nem ég meg annyira. Mint ha mondjuk rántott húst csinálnék simán. Aha. Egyébként az ilyen olajban, zsírban sütéskor, inkább az olajban sütéskor képződnek azok az aromás szénhidrogének, amik az ízét adják ennek a rántott húsnak, amit a jó íze lesz, és ezek bántják a bél nyálkahártyát. De heti x-szer azért lehet, nem? Hát havonta kétszer, igen. Havonta? Havonta kétszer. Azt gondolom, hogy talán megpróbálható az íze miatt, hogy nagyon hiányzik. Hát az nem könnyű azért megállni. A gyerek nagyon szereti. És mindig kicsit furda a lelkismeret, hogy úgy teszem oda elé, hogy nem biztos, hogy ezzel jót okozom, de közben örömet okoz, hogy olyan... Istenem, csak Gábor megmutatja. Mondjuk rá alternatív. Mondok egy más variációt. Na, mondj egy alternatív. A régiek is ettek rántott húst. Igen. Mert rögtön kérdezhetnétek, hogy akkor a régiek, ugye miért voltak egészségesek, ettek rántott húst, de kérdezem, hogy mikor, egy héten egyszer, vasárnap, és a hét többi napján mit ettek? Mert nem ettek húst, hát nem volt ennyi hús ebben igazad szalonnát. Nem volt ennyi feldolgozott élelmiszer, felvágottak ebben tök igazad van. Hát én azt mondom, hogy ha vasárnap vagy hétvégén egyszer csináltok rántott húst, de a hét közben is úgy eszünk, mint a régiek, hogy mindig az idén jellegű gyümölcsök, zöldségfélék, házi kertészet, stb. Valószínű, a heti egy-két hústól nem fogunk megbetegedni, bár a mai hús már nem az, ami 50-100 évvel ezelőtt volt. Mások hát a húsok is, de én amellett vagyok, hogy hétközben, akkor viszont csökkentjük. Jó, de most ugye zöldséggyümölcs. Mit olvastam tegnap vagy tegnap előtt? Megállapította az Európai Unió, hogy az eperben van a legtöbb növényvédőszer. Egyszer megnéztek X ország X termését, nem tudom pontosan milyen számadatokat sorakoztattak fel. Mindegyik határértéken belül volt, csak levezette a cikk, hogyha te ebből X mennyiséget eszel meg egyébként májusban, amikor eperszezon van, sokkal rosszabbat teszel a szervezeteddel, és nagyobb dózisú mérget viszel be, mintha egyébként semmiféle gyümölcsöt vagy zöldséget nem fogyasztanál. Tehát azért ez is baromi nehéz, nem? Hogy adod a gyereknek, megmosod, de hülyére van közbe vegyszerezve. És azt hiszed, hogy most epre teszik olyan jó. Igen. Nem? Ez a probléma fennáll. Ezért foglalkozom én is, illetve foglalkozunk mi is olyan kapcsolat teremtéssel, hogy fölkutatjuk azokat a forrásokat, ahol leinformálhatóak a termények. És ha megnézitek, nyilván nem mondhatunk itt semmilyen márkanevet, vannak olyan hazai hálózatok, amelyek magyar termékekre fókuszálnak, vagy a környezetből származó osztrák, szlovák, cseh termékekre, és azt gondolom, hát én is ezeket kutatom és keresem. Bioboltokban is felelhetőek, mondjuk epret, azt valóban azt nagyon meg kell nézni, hogy honnan terem, vagy hol terem, és hát ebben egy, nem tudom, van egy jó zöldség esetek. Hogy ne volna? Én mindig ott veszem a svéd datóját. és jó? Micsoda, sosem volt még olyan. Igen. Hát nem erre gondoltam, igen. Én a becsárkörtét veszem a zöldségesetnél. Na. Nagyon jó. Figyelj. Olyan becsárkör, fél kiló becsárkörte, annyira durván jó, hogy megjön. Nekem a héja az egy kicsit, a héja kicsit pikáns, de ha hozol nekem meghámozva egy pár darabot, holnap azt megköszönöm. Erről már beszéltünk csak még egy mondatban, akkor most egy kicsit szerteágazó témánk, de nem baj, én néha szeretem, amikor így vegyítjük a dolgokat, hogy ezek a nasolásszerű kis mogyorok, mazsolák, stb. Kesúdió, ez mehet, mert ezt például imádja a Beni, adhatom neki, tehát nem kell a só... közben vagy után, igen. Tehát két hét közben is be vagy mert, Mondjuk délután nassoláshoz mehet kesúdió, nem. Két étkezés között meghívsz vendéget, és kiraksz az asztalra ilyen magyaró féléket, igen? És ezt elkezdi a vendégség nassolni, az a legrosszabb. Ezek a zsíros, fehérjedús tehát magok. Ez a célunk. Ezek 3-4 órát is a gyomorban lehetnek, és ha éppen még az ebédet vagy a reggelit emésztjük, akkor ez problémás. És akkor mikor adjam a gyereknek? Hát ehet, de építsük be a főfogásba reggelire és ebédre. Reggelihez. Nem akarok a te világodba élni. Nem. Itt a kesúdiód. Hol vagy, apa?
itt a kerítés mögött, add be, beadom a kesúdiót. A kis kesúdiót. Apa, de kint játszunk a többiekkel, nem edd meg ezt a pisztáciát. Most úgy kell! Gyere már, mert róla lejár az idő, hogy akkor megszabad a Gábor. Este. Akkor reggel is este. Vagy. Este például a kaja után lehet, mondjuk akkor már ritkábban nassol. A gyerek nekünk hazajön az óviból, és akkor van a nassolás. Az egy jó időpont, 5-6-kor, hogy kis pisztácia. És akkor jön még egy vacsora is. Most már finomítasz rajta, még kis pisztácia. Egyébként meg kell becsülni, hogy ha gyerek ilyeneket eszik, de valahogy építsük bele a vacsora mellé. Tegyek le 3 szemmagyarót a tányérjára? Nem, keverd vele. Miben? A rántott húsba. Tényleg. Rást ki magos bundában a rántott hús. Egy jó kis hagymás, tört krumpli, némikes udióval, pisztácia. De hogy keverjem bele? Tehát, ne, azért, csupán azért egyébként, mert jól lakik? Vagy hogy megterheli mondjuk 5-kor, ha kicsit nassol az emésztőrendszer? A gyomor úgy működik, hogy ha 30-35 percig nem kap ételt, akkor úgy tekint, hogy ennek a projektnek vége. Tehát mondjuk a gyerek eszik magyarod jóféléket, és eltelik 30-40 perc, a gyomor úgy tekint, hogy vége az étkezésnek. De hogyha a magyarul elvés után egy másfél órával elkezd enni, a gyomor és a szervezet nem érti, hogy miért kap enni, mikor ő még emészti az előzőt. Ő nem tudja, hogy most nassolt meg más a helyzet, hanem ő úgy tekint, hogy ez egy étkezés, egy önálló étkezés volt. Te hülye. És ezért tiszteljük a szervezetünket. És ezért mondom azt, hogy ha a vacsora, a szendvics, a pirítós, a saláták, az esti ebéd, az esti vacsora mellé teszünk dióféléket, nem eszi meg mellé? Hát ezt nem próbáltam még. Megdarálom, nem összekeverem még. Egy kis mézzel, összekeverem egy kis agavészirupa. Megdarálom, hát az élvezet érdekén meg egy picit csökkent. Még élni akarok, nem kis akarok kesúdiót darálni, hát akkor fogom tökön szúrni magam, ha kesúdiót darálok. Hát ott lesz az életemnek a vége, állok egy daráló mellett, kesúdiót darálok. Egyébként a diókrémedet megcsináltam, az nagyon finom. De ő magában jó, tehát nem a mindenképpen kálcium, magnézium, cink, réz, mangán forrás. Ez általában hiányzik a mai világban az emberek életéből és testéből. A diófélékkel ezt pótoljuk. Érdemes egy picit megpörkölni, vagy pörkölt formába venni, hogy ne legyen nehéz a hasnyálmirigynek, a képszíngátlók miatt. Vedd meg nyersen, pörköld meg otthon, utána daráld el, és keverd el egy kis mézzel. Na, világos, nem? Jó. ez nekem így megy. Fél óra, míg megtalálom a turmix gépet otthon, míg a barán turmixot csinálok a gyereknek. Egyébként ma már szinte a legtöbb üzletben lehet kapni mézes, pörkölt, mandulát, dióféléket. Nem olcsó mulatság, az tény, nem is kell belőle sokat tenni, nagyon finomak. Oké, akkor még egy utolsó kérdés, tényleg turmixok. Erről nem beszéltünk. Fogok egy kis tejet, belerakok egy banánt, némi mézet. Én ezt odaadom a gyereknek most mindegy, hogy mikor. Ezzel ártok neki, vagy fehérje dús, gyümölcs van benne, méz van benne, nem teszek vele cukrot, kalória bomba, ez és jó. Kis benőke úgy meg fog nőni, hogy lekörözi az apját. Ez rendben van. Ez rendben van? Van benne dióféle is? Dióféle mandula? A turmixba? Igen. Összeturmixolódik. Ez még nem jutott eszembe. Hát a legelején szórunk bele 4-5 szem mandulát. De amikor még sok vizet nem töltöttél hozzá, vizet akkor... Vizet én tejet teszek hozzá. Én tejjel csinálom. Vannak hibáim, az egyik, hogy tejjel csinálom a turmixot. Már nézd meg, rántatózik a szeme. A kutyafáját tudom, hogy rossz ember vagyok, tejjel csinálom azt a rohadt turmixot, ritkán teszem, illetve amikor elmosogatom, teszek bele vizet. De nem, ne, valami nem jutott ezzel. Kicsit elmosítani fogja. Vizes banán turmix. Gábor javasolta. De mert hogyha mandula van benne, akkor az már mandula tejszínnel, mandula tejjel készült, és az teljes értékű, nem kell bele tehéntej. De hogyha nincs benne mandula, hanem tehéntej van benne, az is jó. Sokkal lassabban fog emésztődni, kicsit kicsapódik a gyomorfalra, a kazein fehérje, kicsit el is alszik tőle a gyerek. Ha, sose baj. Elkapom a végét. Kicsit hang a gyomorban. Egyébként a kérdésedet válaszolva abszolút jó, rendben van. De nem bűnözöm vele akkor nagyot. Jó, itt csapongtunk, de ez nem baj, én szeretem. Néha van egy olyan csütörtök, amikor nem egy dolog mentén megyünk, hanem sok kérdést így rázódítunk, és akkor az ember tudja, hogy mivel bűnözik. Örülök, hogyha... És mivel nem. Kicsit tesztelünk, hogy tényleg okos vagy-e. Gábor, jövő héten nem vagyunk. Rendben. Jó. Jövő hét után se vagyunk. Aztán már te nem vagy. De hogy is. Csak azért megyünk, Szabir, hogy kivezessük a műsor. Egy ilyen finom kivezetés, hogy 2 hétig nem vagyunk, aztán már neked nem szólunk, hogy újra lettünk. Nem, 2 hétig nem vagyunk, majd mondjuk az okokat, de 3 hét múlva találkozunk újra. Rendben, köszönöm. Jó, megígérjük, hogy össze-vissza fog zabálni mindent. Fotókat is küldünk róla. Köszi, hogy itt voltál, Gábor. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Ja, hát majdnem elfejtettem. Hát, mit reggeliztél? Itt Feri integet nekem, jogosan. Mi volt a reggeli? Árpakása volt ma. Árpakása volt ma. Aszalt almával, almacsipszel, áfonyalekvárral, és mit tettem még hozzá? Csicsóka szirup volt mellette. Az mindig és van. Egy kis gesztenyeméz volt otthon most. Na, akkor elégedettek a kis lipázaid, mi? Egy szokványos kis alma, alma volt, igen. Egy kis csütörtök reggeli. Így. Igen, rendkívül táplálom, a hosszú napon van, ezért kellett az árpa. Az jó, egyébként. Oké, Gábor, izgalmas volt. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm, folytatjuk 2 hét múlva. 3:49 lesz pontosan.
8 perc múlva, aki szeretne velünk hármasugrást játszani, írjon. SMS, mi pedig jövünk, Ákos ide jutam. 9 óra lesz pontosan 10 perc múlva. Ha, gyerekek, ez egy annyira jó szám, szeretem, nem szép, annyira vidám, szép, de csak hát Adélnak annyira jó hangja van, és annyira jó dal. Még van egy másik száma is, ami még lassabb ennél, azt is nagyon kedvelem. Neki van vidám és gyors dala? Hát a Rolling in the Deep az egy jó dal, és az egy gyorsabb dal, de ő ezeket a nagy drámai dalokat énekli igazán szépen egyébként. Gyönyörű hangja van, nagyon kedvelem. Gyönyörű testből ez jön ki. A legnagyobb énekesnők mind egy kicsit nagyobbak, nem? De kell. Hát az a jó, ott tudják megtámasztani a hangot. Hát ez kiváló. Ez a dal nagyon jó. Igen. Egyébként azok szoktam gondolkodni, hogy ha már nagyon befutottak meg olvasott, hogy hány milliárd albumot adtak, vagy hány milliót inkább, és hogy hány milliárd fontot, vagy éppen eurót kerestek vele, akkor elgondolkozom, hogy a fene baj van. Hát figyelj, de tudod, hogy nem ezen múlik. Szóval, hogy igen, a Summer Like You az is egy nagyon szép dal, mégis depressziós, mégis egy csomó baja van, nyilván önmagával is, tehát hogy az, hogyha neked van egy komolyan értékelési zavarod, azon nem segít, ha ránézel a bankszámlára, maximum kompenzálsz vele dolgokat, vagy megpróbálod elkendőzni, de attól, de neked ki kell menned az utcára, és meg kell jelenned valahol, föl kell menned egy színpadra átvenni egy díjat, most ha utálod magad, meg hát akkor a nagy slágereket, 10 millió dollárral a számládon is baromi nehéz felmenni arra a színpadra, és eljátszani, hogy egyébként egy önbizalomtól duzzadó nő vagy. Uh-huh. Tehát, hogy a kettő azért nincs összhangban, másképp a pénzzel sok mindent lehet kompenzálni. Havajon vagy szomorú, ennyi. Igen, hát ugye, ahogy mondják, a pénz nem boldog, de azért inkább sírok egy mercedesben, mint a hatos villamoson. Ugye? Szóval ezt szokták mondani, és ez tényleg így van, ez nem egy szimpatikus mondás, de hogy közben mekkora tehetség, és mégis mennyi baja van önmagában. Mint ha megnézed egyébként a legtöbb nagy művésznek, legyen szó színészekről, amerikai nagy szupersztárokról, zenészekről, az összes küzd a saját démonaival és a saját önértékelésével, és a legnagyobb sztárokról derül ki sorjában egyébként, hogy depressziósak, önértékelési zavaruk van, közben pedig az egész világ a lábuk előtt hever. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, de nagyon érdekes attitűdje az emberi léleknek egyébként, hogy tiéd az egész világ, és közben belül egy emberi roncs vagy, és nem hiszed el, hogy te képes vagy felmenni a Wembleybe 80 ezer ember elé énekelni. De meg tudod csinálni, de úgy mész föl, hogy remegsz, mint a nyárfa legyen. Igen, nagy fura. Magyar színészek. Hát hány olyan más zenészek. Nem élő nagy magyar színészről tudjuk, hogy önértékelési zavar, önbizalom hiány, és át kivenni egy köszönő beszédet, és úgy mondd el, hogy remeg előtte. Hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Az egyik ember úgy írja meg a sikert, hogy annak a következménye mondjuk adott esetben egy tragédia lehet, egy öngyilkosság, és igen. A másik pedig lubickol benne, és imádja és élvezés, mert van, érted, van nekünk Jack Nicholsonunk is, akiről tudjuk, hogy nagy kanállal eszi, vagy ette az életet hosszú évtizedeken, és imádta minden percét annak, hogy sztár volt, de van mondjuk egy Kurt Cobainünk is, aki ugyanazt a sikert mondjuk, nyilván ő a popiparban, nem tudta úgy feldolgozni. Igen. Abszolút, ez egy érdekes dolog, nagyon Adélt nagyon kedveljük. Játszunk, itt van a játékosunk, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Szervusztok, szép napot, István vagyok Győrből. Csicsergős, vadász Csicsergős, jó reggelt kívánunk, István, hello! Győrből, hát lassan tényleg mindent elmondanak már a hallgatók, automatikus üzemmódra vannak állítva. Mivel foglalkozol, azt még nem mondtad, István. Cukrász. Cukrász teszi. Hát, micsoda véletlen. Szakma, nem is szakma, hát, hivatás. Így van. Aj, tegnap nagy dolgok történtek nálad? Így van. Mi történt? Tátra csúcsok. Is részben francia krémesek, képviselőfánkok, illetve néhány második világháborús repesz gránát a házunk melletti homokozóba. No. A játszótéren. Ó, kitalálta meg. Igen. Így van. A gyerekek találták meg, miközben játszottak, vagy hogy? Szerencsére nem. A munkások, akik újítják fel a játszóteret, és a géppel kiplanírozták a vasdarabokat a földből. Atya Isten, és akkor kitelepítettek benneteket, vagy kilakoltattak? Igen, egy olyan 80-90 lakásból kiterelték a népet, négy emeletes panelházakból, és vártunk egy pár órát, mire tiszta lett a terep. Azért a szőrimkör az ember azon izgul, hogy persze értenek hozzá, de nehogy fölrobbanjon, mert azért lehet, hogy oda az ember lakása. Nem? Ez átfutott az agyadon? Vagy ezen gondolkozott? Hogy... Átfutott egy pillanatra, autókat evakuáltuk a 10 emeletes házak mögé, gyerekeket az iskolából, óvodából, hát úgy zajlott az élet tegnap délután. Úgy leperget, hogyha ez robban, akkor vége a dalnak. Hirtelen mennyi minden átértékelődik, ugye? Egy pillanat alatt. Na, és akkor levezetsz velünk egy kicsit így a tegnap után. Igen. Most már jöhet bármilyen bumbozás a végé. Ez a hármasugrás játék, ez még kimaradt az életemből, és hát ha ilyen gyorsan vége is lehet, akkor... Na, menjünk? Menjünk. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Mi volt az eredeti foglalkozása a legenda szerint Kinizsi Pálnak? Molnár volt. Ja. Van.
Semmiféle írásos dokumentum erről nincsen, ez leginkább csak egy legenda, mert hogy állítólag azért egy köznemesi vagy kisnemesi családból származott, de állítólag ő Molnár volt. A szakmai körökben azért ennek van már legendája, hogy ez valóban cukrászok, volt. Mi? Pénzcukrász, azt mondja, hogy az volt. Jó. Na, mehetünk tovább? Menjünk. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Hogy hívták a világ első klónozott bárányát? Hűha. Nem így hívták. Igen, volt egy ilyen énekesnünk, Dolly. Na, ott vagy. Jó van. Jó, mi legyen a harmadik kérdésem? Valami könnyű. Kérem? Kérem? Arra vonatkozott a kérdés, hogy megállsz-e, avagy tovább mész. Jó, igen. Tovább megyek. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik Magyarország harmadik leghosszabb folyója? Vegyük végig. Vegyük végig. Ugye Duna? Tisza? Igen, majdnem jó. A harmadikra vagyunk kíváncsiak. Igen. Talán a Rába. Igen, nagyon jó vagy. Nagyon szép volt. Volt egy kis hazai segítség itt folyik a szomszédba. Igen, azt én mondtam, hogy Győriként ezt illik tudni, így van. De a Tisza egyébként a leghosszabb. Mert hogy kanyargós, így van. Ugye? Így van, a magyarországi szakaszára vonatkozott ugye a kérdés, ezeknek a folyóknak és a Dunának rövidebb a magyarországi szakasza, mint a Tiszáé, ami ugye a Duna egyik mellék folyója. Igen, először majdnem beugrottam, hogy a Duna a leghosszabb. Igen. Igen. Na jól van, oké. Okay. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Nagyon köszönöm. Még valami más segíthetünk esetleg? Bármi más, amit meg tudunk oldani. Ennyi? Fizetésemmel is. Megoldjuk azt is. István, okay. Köszi a játékot, vigyázz magadra. Nagyon magadom. Köszönöm, szép napot. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hajjaj. 3 percben pontosan, nem tudom, miért csinálom. Én lefűz az agyam, és így hirtelen, önkéntelenül csinálok ilyeneket. Kezdek megbolondulni, de napközben is így vezetek, és ez csak azt mondom, hogy bá! És utána vezetek tovább. Aha. De ezt miért csinálok? Valami elkezdett átállítani az anyám, és tegnap elhoztam a gyereket az óvodából, beültettem magam mellé, bekötöttem, ültem, és egyszer csak azt mondtam, hogy bácsi! És utána vezettem tovább, és a gyerek és így mondta benne, hogy nem vihetnél vissza az avibát. Nagyon tetszett neki, azt mondta, apuci, még egyszer. És mondom, mit nagyon csináltam? Addig, azt mondta, nem tanulj el. És aztán azt mondta apuci, hogy bácsi. És már nem is emlékeztem rá. Hűlök? Uh-huh. És miért csinálok? Miért kezdek? Miért csinálok ilyet? De női hangon ráadásul ezt hát a jó, vettem. Hát azzal nincs bajom. Ebben milyen meglepő. Neked királylány is lehetek. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és ráfordulunk az utolsó órára. Ráfordulunk? Jó. Na, jó. Na nézzük a közlekedési híreket. Takács Nikolász volt egyébként, Teli Hold című új dalával. Ez a legújabb Takács Nikolász. Trafi van az M3-ason Budapest felé a 204-es kilométer táblánál. RR Joe küldte nekünk. M3-as bevezető Szerencs utca saroknál gyalogos gázolás történt. Jaj, szegény, nagy a dugó, DB üzente. Ebben a pillanatban történt baleset az Erzsébet hídon, ezt Kesek küldte nekünk, van egy trafi a 37-esen, az 59-es kilométernél ezt Hari üzeni, és Pakod végén, remélem így akarta, Zalaegerszeg felé menőket fehér autóból mérik, Joke küldte nekünk. Talpra magyar, trafi a 47-es főúton a körforgalom után Békés Csaba felé, és az M5-ösen egy autó merőlegesen áll a szalagkorlátra Szeged felé, a Gyáli felhajtónál, ott még mindig dugóra kell egyébként számítani. Igen, ott van egy kis bizonytalanság, hogy melyik irányt válassza. Átgondolta ezt a dolgot, igen, illetve nem tudta eldönteni. Vagy nem, türelmetlen volt, és nem várta meg a lekanyarodót, hogy visszaforduljon, hanem azt mondta, hogy akkor... Akkor is most! Akkor itt most átvágunk, reméljük nincs komoly baja, de ott is, igen, már ugye mennek a mentők. Na... Valaki írja, hogy van az Origón egy interjú a Reis Andrással, megnéztük, egyébként nincs, tehát nagyon sok mindent nem mond, nem is nyilatkozhat. Pont annyit mondott, amennyit nekünk is mondott, hogy neki van egy élő szerződése, és ennek megfelelően ő nem nyilatkozhat.
az ügyel kapcsolatban. Nyilván van egy véleménye, van magánvéleménye is a dologról, meg nyilván ez a dolog így érintette őt lelkiekben is, meg mindenféle tekintet, de nem. Majd ha lejárt majd szerződés, elmondja. Akkor igen. De mi továbbra is szeretnénk, ha ő visszakerülne. Ugye? Így van. Egyszer szeretjük, és vissza Reisz Andrást a köztévébe. Hát ez továbbra is nagyon szeretnénk szolgálmazni. Legyen Reisz a képernyőn. Így van, legyen Reisz a képernyőn, ezzel a felkiáltással mi is csatlakozunk ahhoz a Facebook csoporthoz, aki már ugye önálló formában követeli a megszokott meteorológusát, de mi is támogatjuk, nem nagyon értjük a váltást, egyelőre nem tűnik jó váltásnak. Igen, nem érezzük az ugrást előre. A dupla műsorvezetése nagyon, egy meteorológiai jelentésnél, de Andrást nagyon kedveltük, és szerintem tök hiteles arca volt tényleg az MTV-nek és az M1-nek, hát egy tök jó brand, kevés már felépült brandjük van, illetve csomó mindent építettek, átvettek, azok tök jól mennek, Bagiékra gondolok, Bagi Nacsa, stb., tehát van a Jakubcsek, stb., de hogy Reisz András, hát kár érte. Abszolút. Kár érte, ő egyébként meteorológus, tehát lesz szakmája, ő ezt csinálja, az OMS-ben dolgozik, de szerettük az ő időjárás jelentését, szeretnénk, ha ő visszakerülne. Nem vagy nyugodunk neki. Voltam egy ilyen szintelen szaktalan figura, ugye a képernyőn. Hát a szintelen szaktalan azért van szórakoztatási faktor most ott, a csütörtökökkel, a 30 fokokkal és az esti napsütéssel. Tehát azért átlagosnak nem mondanám azt. Én mindig azt hiszem, hogy mindig nézem, mondom, nem a Comedy Central. Azért egy mikroszkop színpad most azért gyűjti, írja a receptet, hogy kell hogy mit kell csinálni. De igen, ez a dupla időjárás jelentés, ez kicsit furázt, én nem nagyon tudom hova tenni. Nem? De helyes a lány, csinos, aranyos, kedvesen mosolyog, nincs vele baj. Nem érzem, hogy plusz van vele. Igen. Nem hiszem érdekel, hogy milyen idő lesz. Akkor meg nekem egy kicsit túlöltözött, érted? Tehát, hogy most én a meteorológia meg az időjárás miatt nézem. De az a baj, hogy amiről beszéltünk egyszer korra reggel, hogy nekem kell, hogy elhiggyem, hogy valójában milyen idő lesz. Nem? Tehát, hogy kellenek arcok, akiktől te elhiszed, hogy holnap tényleg jó idő lesz. Mert vagy mondja egy XY, akinek ugyan elhiszed, mert lecsakoltad, hogy megnézted, vagy nem hiszed el, de ha olyan mondja, akkor neki tényleg elhiszem. Mert tudom, hogy tényleg az lesz. Ugye? Nem csak felolvassa, hanem valójában ért hozzá. Ezért szeretném, hogy egy szakállas, vastag szemüveges bácsi rosszul szabott öltönybe beszélne arról, hogy... Régen ez így volt. Ja, igen. Hát ez régen ez. Régen az így történt, igen. Na mindegy, hát drukkolunk neki. Azt nézem, hogy milyen SMS-ek jönnek még, mert hogy ömlenek a közlekedési hírek, azért ez is érdekes, hogy napokig nem történik semmi, és aztán baleset hátán, nem? Mm. Hogy ez is miért lehet tényleg. Balaton akaratja, a Lukai kútnál dolgozik a KPM, figyelje mindenki, és az M3-as, az 51-es kilométernél ott is lesből mérnek. Na, mi van a hétvégi képeide? Már akartam kérdezni, mert mostanában nem látom. Készülnek. Ezeket a persze, hol voltam magadnak. Nem miattam hagytad abba, hogy... De részben igen. Nézd, azért ez egy kicsit visszaveti az embert. Hol van? Jó, a Szigligeti vár télen, esőben, nappal, naplementében. Nem érdekes. Nem érdekes. Mostanában ezeket nem teszed. Nem érdekes. Vagy nem számolsz be arról a Facebookon, hogy hol jártál hétvégén. Természetesen készülnek továbbra is fotók, természetesen továbbra is azért járjuk az országot, de hát ezek elsősorban ugye a családi archívum számára készülnek. Megmondom nektek őszintén, hogy volt egy-két rossz tapasztalat a dologgal kapcsolatban, egészen konkrétan az, hogy ugye velem kapcsolatban mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy én nagyon szeretem magam reklámozni. Alapvetően ezek a képek is azért készültek, így a helyeket reklámozzam, hogy oda csábítsam az embereket, mert sokszor azt tapasztaltam, hogy méltatlanul kevesen vannak. Csak amikor már mondjuk 10-15 alkalommal mondjuk szépen így zsinórba így felkerültek ezek a képek, azt vettem észre, hogy elkezdenek kikezdeni emberek fura módon azzal, hogy na jó persze, mert mi megengedhetjük magunknak, jó persze, mert mi ide tudunk menni, meg oda tudunk menni, jó persze, én meg sehol nem voltam be 10 éve, ja, én meg nem jártam a Balatonon, ja, én azt sem tudom, hol van Sárospatak, stb. Tehát, hogy fura volt, hogy ebből is ezt hozzák ki. És megmondom őszintén, hogy egy picit ebbe így bele voltam. Eleged lett? Hát persze, minek? Tehát, hogy imélek. Én nem szeretek például, nem szeretek senkinek odaszólni, hát ebben az esetben ugye a szerkesztőnek kellene odaszólni, hogy ezt az embert mondjuk így tiltsák ki az oldalról, hogy ne jöjjenek ezek a szerintem teljesen igazságtalan, értelmetlen, és igazából csak a kötekedésről, meg a beszólogatásról szóló üzenetek, meg üzengetések. Úgyhogy inkább hagytam fel. És azért izgalmas a történet, ha azt nézed, hogy ez a mi oldalunkon jelent meg. Tehát ez a Klassz FM Morning Show című műsorának a rajongói oldala, tehát elméletileg ezt az lájkolja, az nézi, aki szeret bennünket, így aki van. Bennünket hallgat, tehát akinek a Jani képe belefér, mert ugye mindig olyan képet adtál, vagy nagyon sokszor olyan képet adtál, ami te rajta vagy. Persze, mert amin nem voltam rajta, az nem érdekel. Az meg tudjátok, milyen üzenetet kapott? Na.
Nem is volt, te ott letöltötted volna az internetről. Ez nem is most készült, nem is így. Na de most három ilyen rossz indulatú fél troll miatt, akkor abba hagyod ezt a dolgot. És a család hol van? Őket meg ott hagytad. Igen, nem mutogatod a családot. Tudod, aha. Tehát, hogy ha gyerek nincs rajta, nem szoktam. Akkor az a baj. Akkor az a baj. A feleség, ha az én baj. Ott vagyok, ha 20-as vagy az a baj. Így van, 30-as az a baj. Ha 70-es az a baj. 80-as az a baj. De az is baj. Ennek meg mi értelme van? Néhány szóval elmondom, persze. De ez egy jelenség ma Magyarországon. Hát így van, így van. Ez egyébként egy nagyon bántó jelenség. Igen, egy nagyon bántó jelenség, csak ha abba hagyod, akkor győznek azok, akik ezért csinálják, nem? Hát ezzel nem kell foglalkozni elsősorban, hogy most három hülye ott beírogat. Jó, bőrzem, mert én még nem jutottam el sehova. Más kérdés, hogy a magyar ember kicsit tényleg ilyen, hogy más életével helyezi szembe a sajátját, és mindig mást okol azért, mert neki mondjuk valami nem sikerül. De hogy nem hiszem, hogy ezért abba kellene hagyni. Példa, na, mondják két példát. János volt, nem tudom hol, Siófokon. De szép Siófok városa, Jani, remélem jól érezted magad, én nem tudtam elmenni 10 éve, de nagyon oda vágyom, irigyellek. A, B, rohadjon meg a vadon, Jani, mert van pénze Siófokra menni. Érted? Tehát, hogy még a hangnemet is, hogyha olyanra fordít, vagy olyanra írod meg a közlést, akkor abban is benne lehet a kis keserűség, hogy nekem most ez nem sikerült, de örülök a másiknak. Solymáron voltál, rohadjám. Azt tényleg már Lőrincen lakol. Na de érezem azért rosszul magam, vagy azért ne tegyek ki, hát nem összeloptad a pénzt, nem úgy mentél el, hogy egyébként nem tudom, balira utaztál közpénzről, tehát hogy emiatt szerintem ezt a dolgot nem kell abba hagyni. De rosszul tehát, esik. De rosszul esik. Ezt mondjuk, mondjuk akkor azt, hogy most így picit pihentetjük ezt a, pihentetjük ezt a projektet. Dolgot. Ez, tehát ugye, tényleg mondom még egyszer, hogy ezek a képek annak idején azért kerültek fel. De ez igen, mert ezt elmondtad, igen. Picit így próbáltam meg mondjuk egy ilyen kis missziót betölteni ebből a szempontból. Megértem. De ezt más oldalán is csinálják. Hát nem, te mondtad, hogy egy-két oldal, hogy valaki kirak egy reggelit, persze, nem? Hát mondasz példát? Én a jéghegy csúcsa vagyok. Na, tehát, hogy mit csinálnak még? Főszereplők. Én ezeket szoktam, előszeretettel nézeketek egyébként oldalakat fent a Facebookon, amikor az idő engedi, meg vannak emberek, akik érdekelnek, vagy szórakoztató. Legfeljebb érdekelnek ki, ezért ki azért. Mert sportoló, vagy mert szórakoztató tevékenysége. És akkor azt látod, hogy emberek fölmennek az oldalukra, és olyan bicskanyitogató, ordinári, durva, kötekedő stílusban írogatnak be nekik, legtöbbször egyébként mondva csinált indokokból, okokból. Nem mondasz egy példát, mert én nem látogatok ilyen oldalakat, hogy? Tehát, mit tudom valaki én? Valaki kirak egy reggelit? Igen, vagy? Mondjuk, hogy valaki azt csinálja, hogy kirak egy ebédet, vagy kirak egy reggelit. Itt voltunk, ott voltunk, amott voltunk, szerintem ez egy természetes, egy saját személyes profilnál, hogy megosztod az emberekkel, akik kíváncsiak rá, hogy mit csináltál. Kirak egy tál ételt, mit tudom én, fekete kagyló. Oké, fekete kagyló, hát nem egy mindennapi kajáról van, szóval nyilván egy-két embernél kinyitja a bicskát. Ugyanez az ember, mondjuk adott esetben felrak, ez is egy konkrétum, mondjuk felrak 2 darab puffasztott rizs szeletet, meg 3 darab hogy hívják ott, mozzarella sajtot, már arra ugyanez jön, ugyanúgy beszólnak, ugyanúgy kinyílik a bicska valakinek a zsebébe, hogy neked tellik, hogy fekete kagylóra. Jó, hát igen, akinek te, de érted, hogy kb. Ugyanaz az üzenet jön a fekete kagylóra, mint a 3 szelet vagy 2 szelet puffasztott rizsre. Tehát ebből derül ki, hogy az egésznek igazából semmiféle különösebb célja nincsen, csak az, hogy valami legyen fönt, aminek kapcsán bele lehet rúgni az illetőbe. De ha nem vagy rá kíváncsi, ha nem érdekel téged ez az ember, ha nem tudod tolerálni az ő egyébként nyilvánvaló és közismert életstílusát, vagy életminőségét, fogalmazunk így, akkor nem kell oda menni. Tehát, hogy engem valami irritál, valami idegesít, akkor miért megyek oda? Most például egy rajongói oldal, akkor ezek az emberek mit csinálnak ott? Hát ez tehát az. Tehát én bejelölöm mondjuk Sarka Kata oldalát, vagy Hajdú Péter oldalát, nem tudom, és utána bántom őket azért, igen, hogy mit reggeliznek? Igen. De ezt nem értem. Hol volt nyaralni, ugye arról is beszéltünk pont. Na, pont mondjuk arról nekem pont más a véleményem, de nem a Péteri kapcsán bármilyen közszereplő által. Jó, akkor ezt beszéljük át, hogy ha akarod, de nem kell ezt a jelentet szűkítenünk tényleg a Hajdúkra, mert ez bárhol máshol is egyébként tapasztalatot. Tehát ez tapasztalatot. Hogy Kata, mit reggelizel, és honnan van neked erre? Igen, és azért érdekes a dolog, mert egy kicsit a párhuzam, ugyan tudom, hogy már előre tudom, hogy mit fogtok mondani, de azért elmondom. Te, mint magánember, Kovács, igen, Géza asztalos, van egy Facebook profilod, és van rajta, nem rajongók nyilván, nem rokonok, barátok, 150 ismerősöd. Te kiteszed, mert a jó Isten megengedte neked azt, hogy fekete kajlót egyél, igen, és akkor rokonok, barátok, ismerősök egyike se fog olyat írni, hogy rohadjál meg, hogy neked tellik rá te szemét. Igen. Ha ezt Sarka Kata írja ki, vagy tök mindegy, igen, akkor
akkor miért kell ezt mondani? Akkor... Ráadásul azon az oldalon, ami a te rajongói oldalon. Ott miért van, hogy... Meg hát ténylegesen, tehát abból derül ki, hogy itt nettó kötekedésről van szó, hogyha ugyanez az ember mondja, tehát hogyha mondjuk egy kedves barátod vagy családtagod elmegy mondjuk egy disznóvágásra, és lefoz egy asztalt, ami tele van mindenféle fantasztikus disznótorosokkal, kolbásszal, hurkával, ezzel, azzal, amaz, töpörtyűvel, ha ezt a haver kirakja, akkor csodálatos, lájkom, Józsi király vagy, hogyha ugyanezt látod a szemben az oldalon, akkor rohadjál neked, persze, telik rá nekem, meg nem. De hogy ezek az emberek irigyek, mert szerintem azok azt hibáztatják, aki többet keres, hogy az ők nem keresnek annyit. Igen. Tehát ellenkező esetben ők azt a munkát végeznék, ők is elfogadnák azt a pénzt, igen, ami igen. Azzal jár, hogy hát itt persze, mi a baj, nem? Hát, tehát nyilván ezek a gondolkodás nélkül cserélnének mind a bankszámlával, mind pedig a férj úrral, vagy a feleség ismertségével, vagy ismer a feleségét. Szóval itt igazából szerintem pont arról van szó, hogy azt kéne felfogni, hogy ezek az emberek nem a te zsebedből húzzák ki a pénzt, és azáltal élhetnek úgy, hogy tőled elvesznek, vagy elvettek valamit. Nem. Tehetségük, képességük, vagy a lehetőségeik, mert ilyen is van, vagy a kapcsolati tőkéjük, vagy stb. Úgy hozta, hogy ők ennyit keres. Na bum, hát ez van. Érted? Nekem, amikor annak idején én volt elég sok olyan év az életemben, elég hosszan tartott sajnos ez az időszak, nem sajnos, mert hogy sokat tanultam belőle, tényleg a seggem is kilógott a nadrágból, nagyon-nagyon rosszul álltunk anyagilag, de nem írtál volna valakinek a fejembe, hogy bárkit is hibáztassak ezért. Miért? Miatta van? Nem, miattam van, vagy az életem úgy hozta. Vagy mások miatt. Igen, de miért kéne gyűlölködni? Nem, hát figyelj, ez sok mindenről szól. Tehát ennek nagyon sok magyarázata van szerintem. Ez egy mentális állapot jelen pillanatban az országban, egy közállapot, egy elkeseredés, egyfajta nagy adag magyar irigység, ami azért ránk nagyon jellemző. Közállapot, ami most jelen pillanatban van az országban, amiről azért elég sokat beszélünk, hogy ugye nem túl jó a helyzet, hogy hányan élnek szegénységben, mi történik pontosan, hányan vannak elkeseredve, bár az elkeseredést ugye nem szabad összekapcsolni azzal, hogy ezek inkább így rossz indulatú emberek, és nem feltétlen gondolom, hogy nem tudnának megengedni maguknak hasonlóan egy reggelit. Igen, ez egy érdekes dolog, én csak azt mondom, hogy ezért abba hagyni szerintem egyébként butaság. De, szóval, jó, hogy jó. Akkor olyan, mintha ők győznének, nyilván, tudod. Tehát, nyilván. Hogy három. Én nekem nincs Facebook oldalam. Hát nekem sincs egyébként, hogy én csak itt, csak a Morning Show posztolok, tehát hogy... De ez ellen fel kell tudni vérteznie magát minden közszereplőnek, aki nem? Aki ezt vállalja, az igaz, csak a például szóval akkor alapból, még egy mondat, igen? Az előzőhöz képest, hogy a legtöbb ilyen, az például álnéven, nicknémen, kép nélkül posztol. Ugyanis a legjobb abban, amiért a rokonnak nem írod ki ezt, hogy rohadjál meg, mert fekete kagylót eszel, ő ismer téged. A celeb, akit te bejelölsz, az meg nem tud róla. Itt a legfurább az, hogy ezt egy olyan oldalon teszed, amire azért kell menni, mert rajongasz. Mert az ő. Ez egy érdekes, igen, dolog. Igen. Tehát ha nem tetszik, nem szereted őt, akkor engedd el. Én mindenben igazat adok nektek egyébként, kivéve egyetlen egy dologban, erről már a múltkor félmondatig beszéltünk, de sokan nem biztos, hogy hallották, azok a nyaralós képek. Én azt máshogy látom egy picit. Mert ugye azt mondjátok, hogy ez a te rajongói oldalad, ide az jön, aki szeret, miért ne rakna ki? Igen. Nem? Igen. Hogy menjen el és rakja ki. Igen. Azt gondolom, hogy megmutatom azt a részét, teszem az egy és a nyaralósat, de nincs bajom azzal, aki kiteszi, aha, a nyaralósat, hogyha ment, de az is megint érdekes, hogy teszed ki, tehát ha nagyon nagy képű, itt fekszem a homokon, mindenki, az egy másik sztori. De ha a személyiséged olyan, hogy abból árad az irónia. Akkor nézd, ott van például a Tibinek a képei a kaszának. Tehát, hogy ott azért nyilván nem véletlenül csinálta például ezt a rohadjál meg kasza dalt, mert van benne irónia, van benne egy ilyen rálátás is, tudja magát szét szűrőn keresztül nézni. Ezeket a nagyon fehér homokos, nagyon nyaralók, nagyon ez egy egyszerű provokáció. Még csak nem is ezt gondolom. Hát úgy is tudja mindenki, hogy ilyen helyekre mennek nyaralni, és mondjuk érted, nem vízére, nem a Velencei, igen, Tóra. Igen, csak és nem degradálni akarom, egy gyönyörű szép hely, meg én előbb megyek oda, mint Tájföldre. Ez is igaz, igen. Nem tudom, ezt én máshogy látom picit. Szerintem egy közszereplőnek azért baromi nehéz dolga van, mert igazatok van, hogyha te kiraksz egy ilyen oldalt, az a te rajongói oldalat, miért rakhatnád ki? Meg ki is lehet rakni, mert a múltkor egy fél mondat erejéig beszéltünk, hogy szerintem a közszereplőnek azért tudni kell nagyon érzékenyen reagálni arra, vagy legalábbis odafigyelni azon tendenciákra, ami jelen pillanatban például ebben az országban van. És itt hallasz adatokat, hogy hányan élnek szegénységben, hogy hány millió ember, hogy hány gyerek éhezik, tehát hogy ugye vannak bizonyos adatok. És ilyenkor szerintem egyébként nem szerencsés. De nem azért, mert nem teheted meg. Nem azért, mert provokációnak gondolom, mert egyiket sem. Továbbra is azt mondom, hogy ez a te rajongói oldalad. Hanem mert hogy kell, hogy legyen a közszereplőben annyi társadalmi érzékenység, hogy azt mondja, hogy na ezt most nem. De akkor nem menjél be. Mert én ott vagyok, nyaralok, igen. A családom tudja, igen.
tulajdonképpen mit is ér el kell vele? Meg kell nekem mutatnom a világnak, hogy én el tudok menni. Nagyjából szerintem mindenki gondolja, hogyha van hat begyártó céged, X műsorokat hát, vezet, producer tudják. Vagy zenész, vagy mit tudom én, akkor ezt alapjában meg tudod tenni. Szükséged van arra, hogy ezt te olyan nagyon bizonyítsd? Egyébként nagyon nincs is. Mit csinálsz te közszereplőként? Azt mondod, hogy fölraksz egy képet magadról, hogy ott vagy a feleségeddel egy pálmafa alatt, és tulajdonképpen kész. De azok a sokszor nagyon provokatív jellegű képek, amiket ugye feltesznek, hogy ilyen férhomok, itt pucsitok, ott vagyok, nők, férfiak, gyerekekkel, sokan, és nem egy emberről, vagy egy jelenségről beszélek, az szerintem fölösleges ingerlése az olyan de tényleg ha tudom, nagyon hogy érzékeny vagyok erre, akkor miért megyek fel hát az oldalra, hogy szembesüljek vele? Én nem mászkálok fel, amikor munkanélküli voltam, akkor nem járkáltam fel a Sashegyre megnézegetni a villákat. Igazad van, és megáll az az érvelés, hogy nézd ne gyere oda, ha te nem ezt akarod látni, mert ez az én rajongói oldalam. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy rajongói oldalt lehet úgy is vinni, hogy nem azért nem teszed ki, mert nem akarsz provokálni, hanem mert vagy annyira intelligens, hogy gondolsz azokra, akiknek mondjuk lehet, hogy ez egy kicsit nem tudom, rosszul esik, nem tudnak elmenni, de nem tényleg Teréz anyaként, hogy jaj, nem teszem ki, hogy mit vacsorázok, nem erre gondolok. Csak a fölösleges jelenlegi magyar mentális állapotnak, közállapotoknak köszönhetően nem egyszerűen érzékeny vagy arra, hogy most ezzel te nem villantasz egy akkorát, mert egyre többen nem tehetik meg. És te közszereplőként azt mondtad, hogy gyerekek voltam, de nem verem akkora nagy dobra, most egy kicsit együtt érzek azokkal, akik nem tudnak elmenni. És az egész tök szerethetővé válik. De amikor nagyon ott vagy, és hány celeb pucsit itt szörfözik, oda megy, Maldív, Bali, na hát aztán rá mindent lehet mondani, hogy irigy vagyok. Rengeteg helyen jártam a világban. Soha nem tenném ki. Mert tudom, hogy most nem az a helyzet, amikor ezt olyan nagyon ki kell tenni. Tudod? Hát. Hanem elmennék szép csődben, ott lennék, megmutatnám a családomnak a fotót, és hallgatnék róla. Nem azért teszem hozzá, mert szégyellem. Nem azért, mert akargatni való van, sőt, nem azért, mert közpénzből teszem, mert ellopott pénzből teszem, mert itt ülök minden nap, plusz televíziózom, gondolom, megdolgozom, érte, megtehetem, csak mégis, tudod? Ha én még tehát, úgy hogy... is gondolom, hogy dögölj meg, amiért kiraktad ezt a képet, én nem írom be. Vagy miért vagy ott az oldalon? Mert ebben mit keresed ezen az oldalon? Nem megyek oda. Mert mondom, azért tisztelet a kivételnek, és a tiszteletet érdemlő kivétel az egy nagyon-nagyon széles réteg, mert nagyon tök sokan igaza, nagyon igen, jól kezelik ezt a dolgot. Az pont de vannak az a pont hat, akinek egyébként tök mindegy, hogy Maldivon vagy én fölrakok egy sümegi városképet, mert ő azt mondja, hogy kinyílik a bicskézsebe, mert ő soha nem volt ott, meg nem is engedheti meg magát. De nem kell ezzel szerintem foglalkozni. Mert hát de úgy nem kell vele foglalkozni, látod, te is abba hagyod. Én elhiszem, hogy demoralizálja azokat az embereket, akik egyébként ezeket kiteszik, de mégis kiteszik, azért mégis megtartják ezeket a rajongói oldalakat, mégis. És nem mondom, hogy egyértelmű, tehát ez nem provokálás, ha tényleg kiraksz egy olyan képet, hogy nem tudom, 8 koktél van előtted, süt a nap, és azt mondta, hogy mert megtehetem. Na, az valóban az. De hogy egyszerűen csak egy minimális érzékenység miatt nem teszed ki, de lehet, hogy én vagyok a hülye, mert abban is igazatok, hogy persze ott van az oldal, az ő oldala, miért ne tennék ki, nem tetszik, ne gyere föl, de emiatt ne hagyd abba. És a kitiltás például azért, az meg, tehát hogy te üzemelteted a rajongói oldal. Nekem van egy rajongói oldalam. Igen. És valaki, ott van 5 troll, aki folyamatosan ezt csinálja, hogy lejön az, hogy utál téged, lejön az, hogy uszítja egymást. Én szerintem nagyon függ, figyelj, én nem bántanám őket, én nagyon, ha már nagyon-nagyon személyeskedő, akkor igen, de például a Tibi, amit csinál, hogy egy pici érzékenységre is azonnal mindenki tilt, azt hiszem egyébként nem jó. Tehát, hogy de az ő ma oldala. Magyarországon cenzúrázni valamit nem feltétlen. Szerintem a legjobb. Nem feltétlen jó üzenet. Én nem tiltanám ki, ha anyázik, ha vallási hovatartozás, ha olyan identitásbeli dolgokat feszeget, amihez aztán az ég egy a világon semmi köze. És tényleg őszinte bántó személyeskedés, akkor igen. De egyébként, ha azt egy dagat vagy, nagy a fejed, miért vagy te ott, bőrse, mert én nem mehetek, rohagy, az szerintem egyébként bele kell, hogy férjen. Na te azért, oldalad. De azért, te csinálod. De kicsit el kell tudni ezt is viselni. Hát a kitiltás az a végső fegyver, amikor tényleg nem lehet vele mit kezdeni. Én személy szerint annak örülnék, meg amikor látok valami ilyesmit, akkor annak örülök, amikor a többi egyébként teljesen normális kommentelő, meg lájkoló, meg rajongó, helyre teszi azt az embert, aki bement oda, és elkezdett kötekedni. Ugyanakkor én azt elmondom, még szerintem egy tök jó dologról van szó, én mindig meg szoktam nézni annak az embernek a profilját, aki beírja, hogy egy kis jellemrajzot kapjak róla. És akkor rögtön látom, hogy egyébként, hogy jó, te nagy csibész vagy. Hogy mi lehet a probléma.
téma. Te nagy csibész vagy, amikor elmondhatjuk, hogy álnéven mész, és beírogatsz vicces dolgokat, majd megnézed, hogy kitiltanak-e. És aztán elmeséled, hogy XY, ki nem, de direkt nem mondok nemeket. Jani nagy csibész, mert viccesen beírogat, majd megnézed, hogy kitiltják-e. Szerintem el kell tudni viselni. Én amikor régebben olvastam magamról kommenteket. Ja, de bocsánat, én nem az a kategória vagyok azért, tehát én nem kötekedek, meg nem. Nincsen igazságtalan nézéket. Te viccesen ironizálsz. Én szoktam időnként ironikus megjegyzéseket tenni, és akkor úgy kivágnak, mint macskát. Volt már olyan celeb, aki kirakott az oldalára. Nagyon szórakoztat, hogy te állnéven fölmész, és celebeket sokkolsz egyébként. Igen, ám, de én mondjuk délelőtt 10 órakor nem írom be senkinek az oldalára, hogy miért nem olyan képet raksz föl, amin éppen dolgozol, mert persze. Akkor én erre szívesen visszaírnám, hogy délelőtt 10 óra van nálatok, mi van ilyenkor? Persze, te nem azt rakod, hogy undorító dolgot csinálsz, vagy nem, persze. Mit keresel munkaidőben, egyébként fent a Facebookon. Te nem bántasz, te viccesen ironizálsz, humorizálsz, megcsipkedet 10-ből 8 egyébként kirakott. De nem, szerintem az irónia és a csipkelődés és az idézőjel között is mindig baromi nagy különbség van, és ezt velünk kapcsolatban se érti soha a bulvár sajtó, de tényleg nem. Hogy mi a valódi megbántása egy magyar közszereplőnek, és mi az, amikor idézőjelben megcsipkedett, körbejárod, körbeszimatalod és kicsit osztod, és ebből lesznek azok a cikkek utána félprimitív újságíróktól, hogy megalázta, meg megbántotta a terhes, mert éppen nincsen címlap. Mit mondtak a baliék? A baliék azt mondták, hogy miért teszi ki Gombos Edina egyébként magát a Best címlapra. Nem biztos, hogy így akarom látni, a képek szépek, nem akarom így látni Edinát, szerintem ez nem feltétlen azt mutatja, hogy mit írnak belőle hétfőn vagy szombaton, mert kell egy címlap. Egy akkora hazugságot a Borsba, ami nyilvánvaló hazugság, és mit ír a Bors? Balázsék megalázták Gombos Edinát. SMS-ek ezek az Edinával, hogy figyelj Edina, tud, hogy nem ez történt, és meg is azt mondja, hogy figyelj, tökre tudom, nem is nyilatkoztam nekik, tök jó fej vagy, hogy írtál, nem is foglalkozom velük, tudom, hogy nem mondanak igazat. A cikkbe pedig nem teszik bele a mi megszólalásunkat, csak megszólaltatnak két ember, aki egyébként nem hallotta megszólalást. De elmondja, hogy ez nem szép dolog a Balázséktól, hogy terhes nő, mondja ez két ember, aki nem hallotta a megszólalást. Játssza el ezt ma Magyarországon egy bulvár sajtó. Mit csinál? Vagy nincs azzal tisztában, hogy mit jelent az, hogy valakit megalázni, akkor ne legyen újságíró, vagy hazudik, akkor se legyen újságíró, ugye? De kellett egy címlap. Mi történik? Névtelenül megalázták Balázsékat. Mi itt mindent arccal névvel vállalunk. Soha nem volt polgári peres eljárás. Ők megalázták a terhes Gombos Edinát. Akkor a hazugságot írt a Bors, hogy már csak röhögni tudtam rajta Edinával együtt egyébként. De kellett egy címlap. Szóval... Na mindegy, visszatérve, sokszor nem értik az idézőjelet, de nem kell abba hagyni. Tehát ez ugyanúgy, az olyan, mint a kicsit ők győzni. Olyan, mint a kicsit ők győzni. Pihentetem ezt a kis dolgot, annál is inkább, mert azért megmondom őszintén, hogy én ettől független nem fogok letenni arról a jó szokásom. Szerintem ez egy jó szokás, hogy ezeknek a gyönyörű helyeknek reklámot persze, csinálja. Persze, persze. Meg a család, aki rajtad kívül úgysem megy oda senki. A családoddal együtt kirándulsz. Ja, tényleg van családod. Igen, ezt akarom. Másik, hogy rajtad kívül úgysem megy oda senki, hogy nyugodtan reklám. Nem veszed észre, Jani, a szavak mögött a könyv. Nyörgést, hogy hiányzik neki a hétfő reggeli várkép. Nagyon. Persze. Hát nem érzed, hogy ő milyen szereti mindent ezt az oldaladat. Mindent láttam már, Szigliget ónos esőben még nincs meg. Tehát ez az egy hiányzik az összes magyar várról, hogy Szigliget ónos esőben. Délután küldj már át neki ötöt. Hétfőn kapsz tőlem egy Pécs váradot, jó? Igen. Nagyon szerettük volna most egyébként Katát megszólaltatni, vagy például Rubint Rékát, akiket folyamatosan osztanak egyikőjük sem elérhető. De megint valami elit étteremben zabált vagy gyúrt. Igen. De nem tudtuk őket elérni, ők ugye hát nagy közösségi oldal művelők, ha lehet így mondani, sokat bántják őket, talán tényleg a Hajdú és a Sóbert család, akiket a legtöbbször bántanak. Na jó, de egy Frey Tamást is bántanak, tehát hogy ő meg azért nem egy tipikus celeb, tehát hogy őt is megcsípkedik, ő bele is belerúgnak, miközben az ember bevallottan tényleg csak szeretne egy szórakoztató oldalt csinálni, de ugyanúgy felmennek, és ugyanúgy elkezdik osztani. Miért? Ilyenek vagyunk. Ez sajnos ez van. Ez mert bántó, hogy írtál könyveket, csináltál ezt, azt van egy hálózatot kávéból, és kint élsz, nem tudom. Nem feltétlen az a bántó. Szerintem az nagyon bántó. Nem az a bántó, hanem az, hogy a te sokszor talán a te nem úgy sikertelen életednek, azok az emberek, akik mondjuk jobban élnek, mutatnak egy olyan tükröt, hogy könnyebb rájuk haragudni, mint egyébként a saját életedre, a saját feleségedre, a saját munkádra, a saját nem szeretett dolgaidra, kvázi levezeted ezeken az embereket. Tulajdonképpen egyet mondjuk, ennyi történik. Na mindegy, jó, hát ez egy érdekes dolog. Igen, ami furcsa, az az elképesztő indulat. Tehát amiről még nem beszéltünk, hogy
ott? Hogy hol a vége? Gyűlölet. Hogy az a fajta gyűlölet, és az a fajta indulat, és az a fajta elképesztő morális állapot, amiben egyébként süllyed ez az ország tisztelet nyilván a jelentős kivételnek, hogy már micsoda szerepe van egy kommentnek, érted? Hogy mit ír ki magából az az ember rajtad levezetve. Az számomra egész egyszerűen megdöbbentő. És úgy, hogy nem tud rólad semmit, nem tud a szeretteidről semmit. Egyébként már az a legundorítom, amikor már megtalálják a családodat is. Hál' Istennek ez velem nem történt meg, nem is nagyon adok rá felületet, hogy megtörténjen. Úgy, hogy közben egyébként, ja, és ami még a kedvencem, az nagyon nagy kedvencem. Amikor az az újságíró, az a bulvár sajtóorganum, legyen szó mondjuk egy online felületről, vagy pedig egy nyomtatott változatról, aki belőled, illetve belőlük él, fölrakja a képet, amit ő szed le a privát oldalról a saját oldalára, bizony, utána belerúg egyet, és ráadásul ezt tovább görgeti, mert ugye fölraktam magánál címlapra, azok az emberek, akik egyébként szintén beléjük akarnak rúgni egyet, oda gyűlnek, mint a hangyák azért a kidobott ételmaradékra, és elkezdik szétszincálni őket. És imádom ezt meg. A bulvár újságíró beléjük regegyek, miközben miattuk utánuk kapja gyakorlatilag a fizetését. Hát igen, ez is egy érdekes betülete a dolognak, igen. Na jó, vissza a városképeket. Jó, keveset, azért nem túl sokat. Kapsz. Azért mindennek egy a határa, azért a két hetente is elég. A városképeket szerintem ezekből a térmigérő vackokból, meg ezer éve. Rohadtul nem érdekel, de emiatt egyébként ne hagyd abba. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Néhány perc múlva jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 van, pontosan szépeket kívánunk mindenkinek, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy amerikai ingatlan milliárdos saját magát buktatta le, körülbelül hát 10 éven keresztül próbálták rábizonyítani azt, hogy ő megölte a saját feleségét, az HBO is forgatott róla egy többrészes dokumentumfilmet, de nem sikerült bebizonyítani sem ugye az ügyésznek, sem az esküdteknek, hogy bűnös lenne. És a dokumentumfilm forgatása közben emberünk kiment a budira, és elmotyogta, bemikroportozva, hogy hát ki, hát persze, hogy én az összeset eltettem lábalól, mert hogy több gyilkossággal is ugye hírbe hozták, meggyanúsították, az HBO jelentette a rendőrségnek, emberünkre 100 év börtön vár, úgy néz ki. Gyönyörű történet. Miközben azért írják nyilván egy páran, hogy majd hogy találnak egy-két olyan ügyvédet, aki néhány 100 000 dollárért majd elintézi, hogy ne kérnek is sítre mennie, de hát... Igen, csúnya bukta. Megerett a nyelve. Amikor már tényleg lezárták volna az ügyet, és még élhetett volna 20 évet boldog milliárdosként, bevallott a saját magának pisilés közben, mert állítólag egyedül volt, és maga elé mormogva elmondta, hogy hát ki más, hát persze, hogy ő ölte meg az adott embereket. És annak vallotta be, ki egy idős vele. Így van. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen nagy kihallgatásnak volt már fültanúja, mik azok a pillanatok, amikor rólad mondanak valami olyat, hogy nem tudják, hogy ott vagy, és te azt végighallgatod, illetve milyen az, amikor te mondasz valakiről, a főnöködről, a kollégádról, az anyósodról valami olyat, hogy az illető ott áll a hátad mögött, ott áll melletted, vagy egy ajtó mögött. És ezt az egészet végig hallgatja. Hát mindenkinek volt története, a hallgatók is nagyon helyes sztorikat írtak. Valamint itt volt a mi drága Gáborunk, akit ma kicsit megcsipkedtünk, de nagyon jókat mondott, több témát vegyítettünk, nem volt egy dolog, amin mentünk, sok mindent kérdeztünk, Gábor próbálta állni a sarat. Nem volt könnyű napja. Hát ő akarta, ő jött be. Ő hozta a napon a kolbászt. Igen. Úgyhogy Gáborral is beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc múlva, pontosan 10 óra. Csabi! Jó reggelt! Hello! Na. De szép hangod van, szevasztok. Most ide illett, ez nem az volt, ez még nem a szindrómámnak a jele, hogy idegen szavakat és káromkodásokat mondogatok teljesen váratlanul. Sportoltál? Tourette. Ja, van ilyen, egyébként tényleg, igen. Hát, hogy tegnap volt a sportnap, meg holnap lesz a sportnap. Akkor ma pihenő nap van. Ma igen. Most nőnek az izmaid. Igen. Tudod, hogy mindig a pihenés alatt nőnek. És csak nehéz beszélni. Pihenés alatt a nőnek. Pihenés alatt nőnek, így van. Jó, hát akkor nekem tudod, mekkora izmaimnak kellene lenni. Nézd, mert többet pihentem eddig, mint pihenésem. A pihenés alatt nőne az izmod, akkor Feri Schwarzenegger lenne. Nem. Ha elmondanám, hogy a zsír alatt van. Akkor Feri egy Mr. Olympia, egy Mr. Univerzum lenne. Vigyázzok, tudjuk, hogy honnan indult el. Ez is igaz. Nekem megvan, csak alatta. Alatta van. Alatta van, vigyázok rá, hogy ne nézegessétek, ha megütnek, lepattanjon, de megvan alatta minden. Nem a legyek hortál köztelünk. Puszi meg azt a bicepszet. Hello. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Megfogod, olyan kis vagy... rovarok nincsenek a földön, amik ezt túl. Ha mondja, hogy morning show, kövi az ajándékcsomag, és aztán megyünk. Nem kúszik fel egy kicsit a buki. Yes. Morning show. Jó reggel. Hello. Szia.
Sziasztok! Móka Ficek, hello, ezt írta nekünk. Móka Ficek, így van. Hol hallgat minket? Esztergomban dolgozom éppen. Esztergomban, ugye arról beszélgetünk arra reggel, hogy kinek milyen nagy elszólása volt már, amit valaki visszahallgatott, vagy végighallgatott inkább, vagy ki mit hallott már, amit róla beszéltek, úgyhogy azt hitték, hogy nincs ott. Kit hogy beszéltek ki? Azt írtad nekünk, anyósomnál lástam a kertet, kedvesen megkérdezte, miért úrom a földet, a válaszom, ugye ez elhangzott a Best of-ban, és anyád méretű gödröt ások. Gyanúsan nagy volt a cser. Egyébként jóban vagyunk, tehát azóta már rendeződtek a dolgok, de az netes volt, ez igaz. Mama hány napig nem szólt hozzád, vagy mi volt a bünti? Hát azt nem napokban mértük, azt hónapokban, de... Ja, ez egy picit erős, anyád méretű gödröt ások azért. Szellemes duma, de picit, ha végighallgatja az ember, úgy erős. Picit, egy pillanatra. Azóta rendeződött, azt mondod? Beszélgettünk. Igen, azóta rendbe jöttek a dolgok, úgyhogy jó, egymást. Jó anyós? Jó, persze, be lehet neki szólni, most már veszi alapot. Hát mondjuk ezek után... Megnevelted. Vasszívópártot se hozza, igen. Igen, igen, tágítottad az inger küszöböt. Jól van, te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékot, és van plusz ajándékod is, nagyon szép dolgokat kapsz, úgyhogy hallgasd meg, mert még jól is lakhatsz, jó? Az jól hazdik. Na, hallgasd meg, hogy hol. Köszi, hogy minket hallgatsz. Oké, köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Anyuka, jöjjön már, ki kell próbálni, hogy elég nagy a gödör. Csúnya beszólás. Igen. Kicsit a fejlőmi kilogat is segítünk rajta. Igen. Na, remek zenék, Csabi? Hozok nektek, most megint nem a legfrissebbek közül választottam, viszont ez én nagyon-nagyon szeretem ennek a hangulatát. A Pharrell Williams és a Miley Cyrus közösen készítették el tavaly nyáron. A Pharrell Williamsnek a második lemezéről, a Girl-ről, a Can't Get It Bay. Ó, kutya fáj. Szerintem nektek való, hallgassátok, jó? Az mi, nekünk való. Meghallgatjuk, Csabikám. Ha te ajánlod, sok mindenkinek nem hinnénk el, de neked elhiszünk. Na, ezt akartam hallani. Még a Janinak is ajánlom, mert van benne gitár. Igaz, hogy nem kapcsolták be a torzítót. Jó, meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Kérjetek tőle dalt, Csabi ennek nagyon örül. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.